Szeretettel köszöntök mindenkit 2022. február 15-én 14 órakor. Egy nappal vagyunk Valentin nap után. Remélem, hogy mindenki tegnap feltöltötte magát érzelmekkel, romantikával. Mi is megpróbálunk egy kicsit hasonló, barátságos hangnemben néhány szakmai információt átadni önöknek. Nagyon sokan csatlakoztak már hozzánk ezen a webináriumon, mint tudják, az önök mikrofonja és kamerája ki van kapcsolva, tehát nem tudnak véletlenül bejelentkezni, viszont arra biztatom önöket, hogyha bármilyen kérdésük lenne a délután folyamán, akkor írjanak nekünk, mi fogunk válaszolni minden egyes kérdésre, megkeresésre. Természetesen lesz játékunk, menet közben majd kollégám bejelent, hogy mikor indul. Érdemes figyelni, jegyzetelni, mert a megfejtések, megoldások elhangzanak majd a mai délután folyamán. Nagyon kedves kis csomagot állítottak önöknek össze a kollégáim, van benne gyönyörű törölköző, szakmai anyag, póló, nekem a kedvencem a bögre. Imádnivaló lesz, aki megnyeri, ebben fog majd reggel teázni. Mint tudják, nem hagyományos előadásokat tartunk, hanem élőben úgynevezett kerekasztal beszélgetéseket, és hogyha ékeskedhetek egy régi kis bevett szlogennel, akkor aki kérdez, Fazekas Károly kereskedelmi igazgatónk, úgyhogy át is adnám a szót Karcsinak, hogy akkor nyissa meg ezt a mai délután töröknek. Köszönöm szépen. Ákos, nagy tisztelettel köszönöm neked ezt a fölvezetést. Hát aki kérdez, az én leszek. Tekintettel arra, hogy egy ilyen speciális rendezvényt igyekszünk megtartani, abból fakadóan, hogy a vírushelyzet sajnos még mindig nem eltűnőben van, emiatt a személyes részvételrel tartott konferenciákat sajnos nem tudjuk megtartani, viszont ehhez képest igenis élőben és nem fölvételről, kerekasztal formájában igyekszünk minél több kérdésre választ keresni, amelyben a zöldség és gyümölcstermelők növényvédelmi problémáit igyekszünk megválaszolni. Ezt a kérdező szerepét ezt én vállaltam be, és a kollégáim lesznek azok, akik itt ülnek, betartva azokat a vírushelyzetből fakadó megszorításokat a távolságtartás és a maszkviselés terén, amelyek szükségesek. Én nekem könnyű helyzetem van, mert én végig beszélni fogok, úgyhogy én eltekintek a maszkviseléstől. Bízom abban, hogy a közeljövőben újból visszatérnek a személyes találkozók, egyre több ilyen rendezvény valósul meg, és a nyár folyamán akár szakmai bemutatókon is ezeket a termékeket be tudjuk mutatni. A személyes kapcsolattartás különösen fontos számunkra, és ennek kapcsán örömmel mondhatom, hogy egy új kolléga is elkezd nálunk a csapatban dolgozni, Mikó Sándor, Baranya és Bács-megye déli részén csatlakozik hozzánk szaktanácsadóként, úgyhogy Sanyi, téged kérnélek meg, hogy egy-két mondatban üdvözöld már a konferenciánk résztvevőit. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Mikó Sándornak hívnak. Mai naptól erősítem az FMC csapatát Bács-Iskun megyében, illetve Baranya megyében. Keressenek bizalommal, és sikeres gazdálkodást kívánok minden kedves gazdálkodónak. Köszönöm. Sanyi, köszönöm szépen, ezzel a székfoglalódat ezzel teljesítettnek nyilvánítjuk. Én is sikeres munkát kívánok neked itt az FMC csapatában. Rákanyarodva a szakmai programra, örömmel mondhatom, hogy egy újabb kollégának a bemutatásával tudom folytatni. Január 15-től dolgozik a köreinkben az FMC csapatában Farkas Ádám, ő marketing és product managerként csatlakozott az FMC csapatához. Én bízom benne, hogy látva azt a sok újdonságot, amely a közeljövőben meg fog érkezni, egyre több feladata lesz, és már is egy olyan, mint a közönség hangjaként egy olyan kérdést teszek föl részére, hogy ugye ezek a jövőben különösen az zöldség, gyümölcstermelők számára különösen fontos, hogy olyan növényvédőszereket használhassanak, amelyek egy friss fogyasztású termék esetében is ugye maradék, növényvédőszer maradék mentesen, fönntartható módon szolgálhatják a növényvédelmet. Hogyan világítanál rá, hogy minek kell, hogyan lehet megfelelni ennek a szónak, hogy fönntarthatóság? Én azt gondolom, nem könnyű kérdés, de próbálj erre rávilágítani, parancsolj. Köszönöm szépen, Karcsi. Én is üdvözlök minden kedves nézőt és hallgatót. Hát ahogy említettél, a fenntarthatóság az egy nagyon fontos irányvonal jelenleg, és a jövőben is. Én úgy gondolom, hogy ez a jövő irányvonala.
És a fenntarthatóság, az ugye a fenntartható fejlődés, az, és ennek része a fenntartható mezőgazdaság. És miért is van szükség, szerintem kezdjük onnan a fenntartható mezőgazdaságra, illetve a fenntarthatóságra. Egyrészt azért, mert az éghajlatunk változik, egyre viszontagságosabb, csak gondoljunk vissza az elmúlt évek tapasztalataira, ugye ezekre az aszályokra, ugye a vetés során például, illetve a népességünk csökken, vagy növekszik, tehát ezáltal a fogyasztásunk is nő, a szükségleteink is nőnek. Különböző kutatások azt mutatják, hogy 2030-ra a vízkészleteink akár 20%-osan is csökkenhetnek, illetve szántóföldi területeink akár 40%-kal is csökkenhetnek. És ugye a kórokozók és a kártevők nyomása is egyre nő, ezáltal a rezisztencia kialakulásának a kockázata is nő. És erre a megoldás a fenntartható mezőgazdaság. És a fenntartható mezőgazdaságnak a része a mi szempontunkból a fenntartható növényvédelem, fenntartható készítmények biztosítása a gazdák számára, integrált megközelítés, és biológiai megoldásokon alapuló készítmények, ezeknek a készítményeknek a beillesztése a vegyszeres védekezésekbe. Én ezt úgy tudnám összefoglalni röviden, hogy ahogy ma cselekszünk, az jelentős mértékben befolyásolja a jövőt. Ádám, köszönöm szépen. Én azzal folytatnám itt a kérdéseket, hogy milyen konkrét lépéseket tudnál bemutatni? Hol tart az FMC? Milyen konkrét eredmények, jövőbeli tervek vannak ezeknek a termékeknek, technológiáknak a fejlesztése terén? Igen, az a jó hír, hogy az FMC az nem most kezdte ezt, hanem immáron 9 éve, tehát 2013-ban kezdődött ez az egész az FMC-nél, ahol amikor is megvásárolt egy olyan céget, aki biológiai alapú termékek kutatásában és fejlesztésében foglalatoskodott, és 2016-ban megalapította Koppenhágában a kutatás és fejlesztési központját, ez egy globális központ, ahol biológiai alapú termékeket kutat és fejleszt, a természeten alapuló készítmények ezek, olyan új hatásmódú készítmények, melyek jelenleg még nincsenek a piacon, olyan készítmények, amelyek mind a természet, mind a fogyasztók, mind a gazdálkodók számára is működőképes. És egy nagyon fontos cél tűzött ki az FMC, hogy 2025-re a teljes kutatás és költségvetését a fenntartható termékek fejlesztésére fordítja. Tehát az FMC célja, az FMC-val a célunk az eredményes és a fenntartható megoldások kifejlesztése. Itt a képernyő előtt nagyon sok zöldség, gyümölcs termelő gazda ül, aki közben látva ezt a jó időt, ami odakint van, azon gondolkodik, hogy milyen kinti munkát, meccést vagy bármi más lehetne végezni, de mégis itt maradnak, és azt szeretnék hallani, hogy milyen konkrét termékekben, technológiákban jelenhet meg ez a típusú fejlesztés. Ez a típusú fejlesztés már két termékünkben megjelent. Az egyik a Rizomagic növényi kondicionáló készítmény, amely már immáron harmadik éve van az FMC portfóliójában, illetve az Akudo, amelyik idéntől van az FMC portfóliójában, ez egy biostimuláns. És ugye 2022-ben, tehát idéntől az FMC létrehozta a Biologicals by FMC, ezt úgy mondanám magyarul, hogy FMC biológiai termékek termékcsaládot, és ez alá tartozik a Rizomagic és az Akudo, de itt nem állunk meg, hanem további új készítményeket hozunk a palettára, adunk a termelők kezébe ezek ilyen fenntartható készítményeket, és ilyen lesz például biofungicidek, bionematocidek, újabb biostimulánsok. És hogy az FMC munkája, az FMC nem hiába dolgozik, ezt is jól példázza, hogy egy tudományos konferencián, a Crop Science Awardon 2019-ben és 2020-ban is az immáron az előbb említett Akudóval elnyerte az év biológiai terméke díjat. Úgyhogy én nagyon izgatott vagyok már, hogy mikor jönnek be ezek az új készítmények, és mikor tudunk még több fenntartható megoldást biztosítani a termelők az önök számára.
Hát Ádám, egyrészt gratulálok, mert jókor csatlakoztál, remélhetőleg jókor csatlakoztál, és az később is megállja majd a helyét az FMC-hez, mert egy nagyon izgalmas portfólió bevezetésén és technológiába illesztésén tudsz a jövőben dolgozni, úgyhogy sok sikert kívánok neked ebben a munkában. Itt visszatérve a termékekre, mert csak ezt forszíroznám tovább, talán az ABC-t haladva, ugye az az akkúdó nagyon az ABC elején áll, és én Krisztinát kérném meg, hogy kicsit mutassa már be pontosabban, hogy miről is van szó, milyen terméket fed ez, hogyan használható ez egy termelő számára. Tehát az akkúdó, ez egy mikrobiológiai preparátum, egy csak biológiai baktérium alapú készítmény megoldást nyújt nekünk. Egy egyedülálló baktérium törzset tartalmaz, amit egyébként egy sivatagban élő bokor gyökeréről izoláltak, és ugye számos helyen kölcsönhatásba lép a kultúrnövénnyel, és ezáltal ugye egész termelési ciklus során segíti a növény fejlődését. De hogyan is működik ez ugye pontosan? Ugye az akkúdóból származó baktériumok ugye kiuttatás után benépesítik a rizoszférát, ugye itt a talajnak a növényi gyökerek közelében lévő részét, és a baktériumok ugye ebben a mikrokörnyezetben sokkal nagyobb a számuk, mint a távolabbi részekben, és az anyagcsere termékeik ugye pozitív hatással vannak a növényekre. Milyen változások történnek? Egyrészt megváltozik a gyökérzet felépítése. Több másodlagos gyökér, gyökérszőr alakul ki, és ugye könnyebb hozzáférhetőséget biztosít mind a vízhez, mind a tápanyaghoz. Majd ezek az illékony vegyületek ugye eljutnak a növény távolabbi szöveteibe is, és így az egész növény szintjén hatni kezd, ami ugye azt eredményezi, hogy javul a növény kondíciója, és az abiotikus stresszekkel szembeni ellenálló képessége. De azt konkrétan megnézzük például a paradicsom gyökerén. Az első képkockán látjuk a kezeletlen paradicsom gyökeret, a második és a harmadik képen pedig a magának a kolonizációnak a hatását a paradicsom gyökerén és gyökérszőrein. Ugye ebben az esetben akkúdó biostimulánssal voltak beoltva a gyökerek. Egy 96 óra rázatás és egy 48 óra pihentetés után ugye azt tapasztaljuk, hogy a baktériumok a védekezés és ugye a számukra előnyös feltételek biztosítása érdekében egy összefüggő bevonatot képeznek. Ez egy ilyen biológiai védőrétegként szolgál számukra, és ugye ezt jelöljük a sárga nyilakkal. Így védekeznek a számukra előnytelen, kedvezőtlen környezeti feltételek ellen, és ebben a formában hosszú ideig fönn tudnak maradni a talajban, és stimulálják ugye a növény fejlődését, és a, úgymond a stressztoleranciát a növényben fokozzák. Krisztina, én azt szeretném még pontosabban megérteni, hogy tehát magyarul ugye természetből izoláltak egy baktériumot, ez föl lett szaporítva, oda juttatjuk a kultúrnövények a gyökérrendszerére. De egy olyan kertész számára, aki lehet, hogy most is azt néz, hogy meg kellene nézni, hogy megy a fóliában az öntözés, minden rendben van-e. Hát persze már azért vannak az okos eszközök, és azok jelzik ezt helyette, így itt tudnak lenni. De milyen konkrét gyakorlati előnyöket, tapasztalatokat biztosíthat egy ilyen készítmény a növény számára? Hát összefoglalva azt tudom elmondani, hogy egy erős gyökérkolonizációt, egy aktív mikrobiológiai talajéletet eredményez. Ezen kívül ugye pozitív hatással van a növénynek a hormonháztartására. Ugye a növekedési hormonok szintézisét fokozza. Megváltozik az anyagcsere, ugye olyan illékony vegyületek és növényi hormonok szintjét emeli meg, ugye ami pozitív hatással van magára a hozamra és a stressztűrésre. Mint említettem, több másodlagos gyökér, gyökérszőr alakú ki, nagyobb lesz a gyökérnek a felülete, ami ugye közvetve javítja a víz és tápanyag felvételt a növényekben, mobilizálja a talajban lekötődött foszfort, és ugye ezek együttes hatásából következik az, hogy mind a termés mennyisége jobb lesz a minősége, egy egyöntetűbb állományt tudunk elérni, és ha megnézzük itt a képen, akkor ugye egy paradicsom van, és egy egyöntetűbb bogyóméretet eredményez, ami egy sokkal piacosabb, jobban eladható terméket tudunk előállítani ezzel a akkúdó biostimulánssal. De ha ezt képekben megnézzük, akkor a következő képkockákon azt látjuk,
hogy van egy kezelt és egy kezeletlen gyökércsúcs, és az auxin koncentrációt nézték a gyökércsúcsokban. Ugye jól látszik, hogy az akúdóval kezelt növények esetében az auxin magasabb mennyiségben van jelen, és ezáltal több gyökérelágazódás, gyökérszőr alakult ki a növényen. És ha ezt konkrétan magán a kis növényen is megnézzük, akkor itt is jól látszik a következő képkockákon, hogy a gyökérszőrök száma sokkal több, hosszabb, sűrűbb, tehát egy úgymond egy koraibb, egy erőteljesebb gyökeresedést eredményez, ugye, és ebből következik az összes többi előny és hatás. Egy kertészeti kultúra, egy intenzív kertészet esetében egy hektáron több milliós árbevételt is tudnak realizálni a termelők. Az ő esetükben különösen nem mindegy, hogy egy technológia mennyire van kipróbálva, mennyire van úgymond letesztelve, hogy milyen körülmények között hogyan tudja használni biztonsággal a cél elérése érdekében. Ezzel kapcsolatban milyen eredményeket tudnál nekik mondani? Hát ugye nagyon sok a világ számos országában tesztelték és kipróbálták, értékelték független szakértők, és ugye ezek között az országok között ott van a legnagyobb uborka, paprika, paradicsom termesztő országok. Ha általánosságban akarom mondani, akkor az akúdóval nagy termés átlag növekedést értek el a különböző növényeknél. Uborka esetében akár 22, paprika esetében akár 15% termés növekedés is elérhető, de nézzünk meg ezekre konkrét példákat, vizsgálatokat. Az első Olaszországban, uborkában történt. Itt ugye az akkúdót 2 fél literes hektárdózisban juttatták ki, és ha megnézzük a betakarítási eredményeket, akkor jól látszik, hogy a kezeletlen kontrollhoz képest egy 2,4 tonna terméstöbletet eredményezett. Ugye ez egy 16%-os növekedést jelent, és hogyha a standard készítményekhez hasonlítjuk az akkúdóval kezelt részeket, akkor is jól látszik, hogy messze túlszárnyalta a többi készítményt. De ha tovább megyünk és nézzünk egy másik vizsgálatot, ami szintén Olaszországban, talaj nélküli paradicsomban történt. Itt ugye egy olyan módon, hogy egy stressz helyzetet idéztek elő, az öntöző víz mennyiségének fokozatos csökkentésével. Ebben az esetben a vizsgált paraméterek a termés mennyiségén kívül úgymond a növény fejlődése, a vigora, az életre valósága volt, és ezt pontozták. És az akúdóval kezelt növények sokkal erőteljesebb gyökeret fejlesztettek, mind a kezeletlen, mind a standard készítményekhez viszonyítva, illetve minimalizálták az abiotikus stresszek negatív hatásait. És végül egy utolsó kép, ami ipari paradicsomban történt, látjuk az első és a második kezelés, 15 nap telt el a két kezelés között. Itt jól látszik a képeken, hogy az akúdóval kezelt növények sokkal fejlettebbek, zöldebbek, egységesebb az állomány, és ugye itt nem látjuk, de a későbbiekben a bogyó méret is egységesebb volt, és ezáltal ugye piacosabb terméket tudtak előállítani. Tehát elmondhatjuk, hogy az akúdó által biztosított gyökeres megoldással egy sokkal minőségibb terméket, a termés mennyisége is növelhető, ami ugye a gazdaságok számára jövedelmező. Nagyon szépen köszönöm. Közben azon gondolkodtam, hogy szeretem az uborkát is, a paradicsomot is szeretem, a dinnyét azt talán még jobban itt a növények esetében, és ezért szeretném megkérni Hölgye Szabolcs kollégámat, aki Békés megyéből érkezett, ugye ott nagyon nagy területen megy a dinnye termesztése is, hogy kicsit jöjjünk haza, be tudunk mutatni hazai vizsgálati eredményeket, hogy az akkúdó mit eredményezett az alkalmazását követően? Hát először is azzal kezdeném a mondani valómat, hogy az akkúdó az egy gyökeres megoldás. Talán a kép is jól mutatja, hogy milyen látványos eredményt lehet vele elérni, legyen a szántóföldi vagy kertészeti kultúra. Amiről elsőként beszélnék, ahol mi szeretnék elindítani a terméket, az a szántóföldi zöldségeknek a köre, ami gyakorlatilag a dinnyétől kezdve a káposztán át egészen a szamócáig bezárólag magába zárja azt a kört, ahol jelentőséggel bírhat. A technológia az azért is ezek a kultúrák, mert ezeknél jellemző a csepegtetős öntözés, ami az egyik alapja
a készítmény sikerének, mert hogy a gyökér mélységében kell bejuttatni, annak érdekében, hogy azt a kívánt biológiai hatást el tudjuk érni. A dozírozása tekintetében fél liter per hektár a dózisa, ahogy a képen is látjuk, kétszer fél liter először a palántázáskor, majd pedig egy-két hét múlva ismételve, ajánlatos a kiutatása. A szamóc esetében, ott ugye hosszabb tenyészidőről beszélünk, ott a szivaroknak, a szivarpalántáknak az elültetésének időszakában érdemes elindítani az első kezelést, majd egy olyan 2-4 hét múlva megismételni, majd pedig tavasszal, amikor a intenzív növekedés kezdődik, virágzás időszakában a harmadikat, majd egy 2-4 hét elteltével pedig az utolsó negyedik kezelést. Minden egyes alkalommal fél liter per hektáros dózisban. Amit az alkalmazása során érdemes figyelembe venni, hogy baktericid készítmények használatát mellőzzük, főleg abban az esetben, és ez nyilván arra vonatkozik, amelyek a gyökér mélységében lejuthatnak, ezáltal károsítva a készítménynek a hatását, vagy csökkentve a hatását. Illetve még egy szempont a használatát, illetően az, hogy 10 Celsius fokos talajhőmérséklet felett dolgozik a készítmény, tehát mindenféleképpen így időzítsünk. Szabolcs, egyre teljesebb a kép az akkúdó használatáról. Milyen eredményekre számíthatunk? Mit mutatnak a magyarországi vizsgálatok, hogyha ezt teszteltük? Több helyen volt vizsgálat. Bíztunk meg független kísérletező, vagy szántóföldi és zöldség kultúrákban járatos és kísérleteket végző szervezetet, amelyből a Eurofins példáját hoznám elsőként, ahol 2 darab akúdós kezelés fél liter per hektáros dózisban, egy 27,8%-kal magasabb salátafej vagy nagyobb salátafej méretet eredményezett, illetve ez a termés átlagban is megmutatkozott. Ahogy itt látjuk ezen a zsombói felvételen, vagy vizsgálati táblázaton, hogy igen számottevő látványos termés produktummal hálálta meg a kultúrnövény az akúdós kezelést. Ha ez mellett még figyelembe vesszük a 1 tonna termés előállításának, vagy többlet előállításának a költségét, akkor összehasonlítva versenytárs készítményekkel az akúdós volt az, amelyik a legolcsóbb volt. Tehát a jövedelmezőség, a gazdaságossági kérdése a legfigyelemre méltóbb. Egy másik helyszínről, Balástjáról hoztam ezt a vizsgálati eredményt, amelyben bal oldalt látjuk a kezeletlent, jobb oldalt pedig a akúdóval kezelt saláta ágyásokat. Itt a kezeletlenben 37-38 dekagram per fej volt az átlag, ugyanakkor a kezelteknél pedig 41-42, tehát egy 10%-os növekedés volt elérhető a használatának köszönhetően. Azt meg kell mondani, hogy nem csak az egyedi produktumban, hanem a termesztő berendezésben lévő produktumban is ez megmutatkozik, ugyanis a fóliasátok szélén lévő egyedek épp oly fejlettek lesznek és homogének, mint a termesztő berendezés belsejében. Aztán a harmadik, az pedig kiskörösi paprika, ahol a kezeletlent látjuk, hogyha megnézzük átlagban egy olyan 1-2 paprika csövet találunk, azonban a kezeltnél 2-3 a jellemző. Ha az akúdós kezelés eredménye képen, ahogy a gyökérnél láttuk, hogy milyen pozitív hatása van, azzal megnöveli a kultúrnövény száját, megnöveli a termés potenciál több virágúthoz, jobban megtermékenyült terméseket, termés kezdeményeket, azonban nem szabad ezt elfelejteni, hogy ezt ki is kell szolgálni, akár vízzel, akár tápanyaggal. Itt ebben a kísérletben például a Rizomagic így került be a kezelési sorba, amely lombon keresztül táplálta ezt a többlet termést. Egyértelműen mindkettő technológiai elem a sikernek az alapja tud lenni. És így eljutottunk ahhoz a technológiai ajánlathoz, amit most levetítenék, miszerint az akúdós kezelések közé, vagy annak folyamányaképpen levélről javasoljuk a Rizomagicnek a használatát, hogy ezt a megnövekedett termést ki is tudjuk nevelni. A szamóca esetében úgy szintén, akár az őszi, akár a tavaszi kezelések alkalmával, már ami az akúdósokat illeti, nyugodtan beleilleszthetjük a Rizomagicet, ez sokkal darabosabb, sokkal minőségibb végterméket fogunk kapni. Végül, de nem utolsó sorban, mind paprika, mind bab gyökerén is jól látszik, hogy az akúdós kezelés eredményeképpen, ahogy már említést tettem, a szája nő meg a növénynek, és ezáltal kiszolgálja a földfeletti részeket.
Mindezeknek az eredője, és azt kell, hogy mondjam, hogy az akúdónak a jó tulajdonsága, amit a Krisztina már elmondott, hogy sivatagi klímán izolálták, egy igen stabil, megbízható eredmény fog biztosítani a gazdálkodók számára. Mert hogy jól bírja a sót, jól bírja a hőmérsékleti különbségeket, csak példaként a 10 és az 55 Celsius-os talajhőmérséklet közt dolgozik, amikor általában a biológia már, főleg a magasra gondolva, magas hőmérsékletre meg szokott állni. Itt még akkor is tud dolgozni, illetve nem befolyásolja a talajnedvesség, nem befolyásolja a sótartalom, és lehetne sorolni nagyon sok minden. Még egy dolgot, ami a felhasználó barát dolgát illeti az akúdónak, meg kell, hogy említse, illetve hármat egészen pontosan, az, hogy 2 évig megőrzi a szavatosságát, az, hogy nem kell hűteni annak érdekében, hogy ez a szavatosság ez életképes legyen, és akár még a második évben is ugyanazt a hatást váltsa ki, mint éppen frissen legyártva. Végül, de nem utolsó sorban pedig az, hogy csepegtetős öntözéssel ki lehet jutatni, ami mutatja a formulációt és azt a jó tulajdonságát, hogy egy könnyen kezelhető készítményet ad a gazdálkodók számára. És kezébe. Azzal kezdted, hogy gyökeres megoldás, hát ez különösen tetszik itt a végére, gyökeresen új megoldás abból a szempontból, amit itt az végén mondtál, hogy akár 2 évig is eltartható, és nem kell hűteni, azért ezeknek a biológiai, bioperporátum alapú készítményeknek az elterjedését nagyon sokszor gátolta az, hogy ilyen nehéz volt a kezelésük. Itt az akúdónál úgy látom, hogy akkor ez nem akadály. Hát akkor ezek jó hírek, és bízom benne, hogy sokan ki fogják próbálni ebben az évben, ha ez elérhető lesz. Úgy tudom, hogy ez már kereskedelmi forgalomban lesz az idén. Igen. Jó, jó, remek, remek hír. Itt szeretném bejelenteni a résztvevőink számára, hogy mostantól indul el a játékunk. A játékunk a chatablakban elhelyezett linkre kattintva érhető el. A rendezvény során a játékban szereplő összes kérdésre mi a választ meg fogjuk adni, és a rendezvény végén pedig sorsolással választjuk ki a nyerteseket, 10 nyertest fogunk kiválasztani. Tehát a játék mostantól kezdve indul, és fogok szólni, hogy meddig elérhető. Haladjunk tovább, és nézzük azokat a kertészeti problémákat, amelyek egy-egy növényben egy-egy új károsító megjelenése, fokozott megjelenése okán jelent problémát. És itt sajnos nem tudunk elmenni amellett, a probléma mellett, hogy folyamatos és állandó a növényvédőszer hatóanyagok uniós felülvizsgálata, amelynek az eredménye elég gyakran a növényvédőszerek, különös tekintettel a rovarölőszereknek a kivonása, visszavonása. Tehát csökken az az eszköztár, amely rendelkezésre áll egy-egy probléma esetén. Tóthani kollégámat kérném meg, hogy mutasd már be itt, hogy főleg itt a káposztafélék, vagy egyéb kultúrnövények esetében is, mik az a legnagyobb problémák, és hogyan tudunk ezek ellen föllépni ebben a csökkenő növényvédőszer választékban. Köszönöm szépen. Hát a kertészet gyakorlatilag kiürült a rovarölőszerek terén. És egy 3-4 évvel ezelőtt az FMC behozott egy új hatóanyagot, a cájzapírt. Ebből jelenleg 3 különböző készítmény kapható Magyarországon. Az egyik a Verimark, ami a hajtatásban és a palánta bemártásra használható. A másik a Benevia, ami a szántóföldi zöldségkertészeknek nyújt nagy segítséget, ez egy levélre permetezős készítmény. A harmadik pedig az Exirel, ami idén kapott végleges engedélyt, ő kifejezetten a gyümölcskertészeknek lett specializálva. Amiről most szeretnék beszélni elsősorban, az a Verimark. Ez gyakorlatilag ez egy olyan készítmény, olyan formulációval rendelkezik, ami gyökereken keresztül tud a lehető legjobban felvenni a kultúrnövény. Ennek 2 felhasználási területe van. Az elmúlt 4-5 évben már aki a hajtatásban járatos, azt a Verimarkot használhatta paprikába, paradicsomba, tojásgyümölcsbe, uborkába. Legfőképp szívókártevők ellen, az olyan nehéz problémák ellen, mint a levéltető, trips vagy liszteske, vagy például a tuta abszolút, a paradicsom aknázó moly. Na most ezek ellen a rövid élelmezés egészségügyi idejének köszönhetően bármikor be tudott avatkozni, és tette mindezt úgy a termelő, hogy közben megkímélte a hasznos élő szervezeteket. A másik felhasználási területe, az pedig egy újdonság, az a
a káposztafélék palántáinak a kiültetés előtti rovarölőszeres bemártása. Ez már régen egy jól bevált technológia volt, azonban néhány éveig nem volt ez elérhető, majd 2020-ban a Verimarkkal ez újra elérhetővé vált. Ez azért nagyon fontos, mert a káposzta légy az gyakorlatilag a talaj felső néhány centis rétegében tele lát bábalakban, amikor ő kikel, akkor a tojásait azt a káposzta tövéhez rakja. Ezekből kikelnek a nyüvek, szétrágják a káposztának a tövét, aki termel káposztát, az pontosan tudja, hogy ez gyakorlatilag totális károsítást is eredményezhet. Na most ezek ellen nagyon nehéz a védekezés, ugyanis a rovarölőszerek zöme döntő többsége csúcsirányba mozog, tehát lentről fölfelé. Én föntről hiába permetezem, akármilyen nagy lémennyiséggel nem fog tökéletes lenni egy ilyen kezelés. A Verimarkkal viszont, hogyha bemártom a palántát kiültetés előtt, akkor gyökereken keresztül felszívódva egy 2-3 hetes védettséget érhetünk el, nem csak a káposzta légy, egyéb más káposzta kártevő ellen is. És emellett pedig van egy nagyon látványos termésnövelő, vigornövelő hatása. Jani, köszönöm szépen. Egy pillanatra álljunk már meg itt, és belekérdeznék, ugye az idősebb korosztály nyilván ismerheti azokat a régebben alkalmazott ilyen jellegű termékeknek a használatát, viszont sok fiatal kertész számára lehet, hogy újdonság az, hogy a Verimarkot ilyen formában lehet alkalmazni, hogy világíts már rá, légy szíves, egy-két gyakorlati, praktikus tanáccsal használatára. Jó, most egy olyan példát hoztam, amikor 50 ezer palántát mártunk be, és a Verimarknál fontos, hogy ezt hogyan kell csinálni, mert a korábbi készítményt egy kicsit másképpen kellett. Az első és talán a legkevésbé népszerű lépés az, hogy ezekből a palánta nevelő polisztirol tálcákból ki kell szedni a palántát, és át kell rakni műtízes rekeszekbe. Erre azért van szükség, hogy ha én ezt belemártom ebbe a rovarölőszeres oldatba, akkor tökéletesen körül tudja ölelni ez az oldat a palántát, és így lesz a felszívásnak a minősége 100%-os. Ha én ezt nem csinálom meg, és csak a tálcákat beledobálom a vízbe, akkor gyakorlatilag nem fogja fölvenni a megfelelő mennyiséget. A példaként itt 200 liter vízhez teszünk hozzá 7,5 deci Verimarkot, ez 50 ezer palántára elegendő. Itt én most a leggyakoribb 2,16-os kitett álcára hoztam példát. Ha ennél nagyobb tápkockákkal dolgozik a termelő, akkor ennél több vízre van nyilvánvalóan szükség. 5 másodpercre kell bemártani ezeket a rekeszeket, és utána érdemes a kád fölé egy rácsra, deszkára kirakni a palántákat, hogy lecsöpögjön, ne vesszen kárba a Verimarkos kezelés, addig nyilván a következő rekeszt mártja bele az illető, és ezt a kezelést maximum egy nappal célszerű elvégezni kiültetés előtt. Jani, azt gondolom, hogy ezek nagyon praktikus tanácsok, és ez a gazdák között fog terjedni, és biztos vagyok benne, hogy a telefonod elég sokszor fog csörögni, hogy egy kicsit lassabban, akár leírva, elmagyarázva mondd el ezeket a lépéseket azok számára, akik nem ismernék szerencsére, úgy tudom azért a Verimark használata már szélesebb körben elterjedt. Még egy dolog ütötte meg a fülemet, és lehet, hogy az itt ülő nézőket is egy kérdőjeleket okozott bennük, hogy említetted, ugye Verimark, ez egy rovarölőszer. És mégis azt említetted, hogy vigor növelő hatással bír. Ez sokakat érdekelhet, hogy akkor ez miben figyelhető meg, milyen hatást vált ez ki a növényben. Na most igen, aki a szántóföldi termesztésben járatos, az tudja, hogy van néhány olyan gombaölőszer hatóanyag, aminek ugyanúgy van vigornövelő hatása. Még a céget is meglepte, hogy ennek a rovarölőszernek is van egy vigornövelő hatása. És én kapásból hoztam 2020-ból egy fényképet, amikor először lehetett hivatalosan alkalmazni nagyüzemben a Verimarkot. Itt ezt a káposztát, ezt egy nagy káposzta termelőm ültette, ezt a tábla, ez 5 hektár, egy napon belül ültette, egy azonos fajtát használt, de még a kép bal oldalán lévő területet nem kezelte Verimarkkal, addig a jobb oldalát igen. Tehát itt teljesen ugyanazt a technológiát kapta. Itt a termelő hívott ki, hogy van egy 2-3 hetes előny a Verimarknak köszönhetően, és ez azon felül van, hogy nyilván a kezelésnek köszönhetően nem kellett a kártevők ellen védekezni.
Na most ezt egy kicsit részletesebben is megvizsgáltuk mi a Kitével egy együttműködés keretében, hogy megnézzük, hogy maga azért van-e nagyobb produktum, mert hogy kevésbé rágják a kártevők, vagy magának a hatóanyagnak van egy vigornövelő hatása. Ezt úgy csinálta meg a Kite, hogy elültette a káposztapalántákat, kontrollt, illetve azt is, ami be volt Verimarkkal kezelve. Az egészre ráhúztak egy vektorhálót. Ez az olyan sűrű háló, ami átengedi a levegőt, vizet, de a rovar kártevőket viszont nem. És így ki tudtuk zárni ezeknek a befolyásoló hatását, és itt is tudtunk mérni egy 10-12%-os zöld tömeg növekedést. Na most, ha ezt összevetjük, hogy a rovarkártevőket is megoldjuk, illetve van egy 10%-os termésnövekedésünk, akkor én úgy gondolom, hogy a Verimark egy jó befektetés annak, aki káposztát termel. Jani, nagyon szépen köszönöm, hogy erre rávilágítottál. A kertészeknél ugye még, talán még nagyobb fontosabb a termés mennyiségnél a koraiság. Ha csak 3-5 nappal korábban ki tudnak menni a piacra, azért az árban komoly jelentőséggel bír. Még egy dologra lettem figyelmes a bevezetődben, amikor említetted ennek a termékcsaládnak egy másik tagját, a Beneviát, amelynél úgy fogalmaztál, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Mi lehet ennek az oka, hogy ez így van? A Benevi az a legnépszerűbb rovarölő készítményünk jelenleg, és ez leginkább azért van, mert a versenytársak kiestek az elmúlt néhány évben, illetve nagyon-nagyon széles a spektrum, ami ellen hat, és azok a kultúr növények, amiben lehet alkalmazni. Na most csak néhány példát hoztam, az egyik a burgonyabogár. A burgonyában egyértelműen első számú készítménnyé nőtte ki magát, mind a tojást, mind a lárvát, és itt az L3-as, L4-es zsíros lárvákat is értem, és az imágót is tökéletesen elpusztítja, és 19 napos tartamhatást mértünk, tehát ez abszolút meggyőző. A másik, ahol mondhatom, hogy a Benevia két rovarölőszert vált ki, az a káposzta termesztésnek a köre. Gyakorlatilag a legjelentősebb kártevők mindegyike ellen lehet használni. Például liszteske ellen 90% feletti a hatékonyság, vagy hogyha nézzük az összes káposztát károsító moly és lepke kártevőt, azok ellen mindegyik ellen lehet használni, és hosszú 10-14 napos tartamhatással. A harmadik terület, ahol minden termelő berakja a technológiába, az a hagymatermesztők köre. Itt unikális a termék, ugyanis a dohánytrips és a hagymalégy ellen egyszerre tudunk védekezni. A hagymalégy ellen nincs is a Benevien kívül másik készítmény, ami felszívódó hatással rendelkezne. Emiatt tartamhatásában és spektrumában, hatékonyságában kiemelkedő a Benevia. A negyedik az meg felfutóban van, az a gyökérzöldségeknek a területe. Itt a sárgarépa légy ellen végezzük a kezeléseket, ez egyre nagyobb problémát okoz, és itt látunk lehetőséget a termelés színvonalának a javításában. Köszönöm szépen. Persze előre azért készültünk ezekkel a kérdésekkel és a válaszokkal, de azért hagyd legyen mégiscsak egy kicsit spontán ez a dolog, hogy itt ezt a sárgarépa legyet kiemelted. Talán pont a sárgarépa nagy értéke a kártevő bonyolult életfolyamata kapcsán. Érdemes lenne egy kicsit rávilágítani arra, hogy milyen védekezési technológiát tudunk ellene javasolni, mert hiszen azért ez egy elég nehéz feladat a termelők számára. Igen, gyakorlatilag a gyökérzöldségek azok, ahol azért nem ritka 6-8 millió forintos bevétel is hektáronként. De sárgarépa légy ezt teljesen le tudja felezni, csupán a minőségi kártételével. És nem új kártevő a sárgarépa légy, ugyanis őt már ismerjük régebbről is, hasonló az életmódja, mint a káposzta légynek, tehát a talaj felső pár centis rétegében telep bábállapotban, és onnan kikelve rakja a tojásait ugyanúgy a növény tövéhez, és itt három nemzedékről beszélhetünk, ráadásul a képen, hogyha megnézik a kedves nézők, akkor össze is érnek ezek a nemzedékek. Tehát teljes vegetációs idő alatt számíthatunk a károsítására. A probléma ott kezdődik, hogy a talajfertőtlenítőszerek, rovarölő készítmények közül a tartalomhatású termékek eltűntek a piacról.
Ha megnézzük kifejezetten a sárgarépa légy ellen, akkor kettő hatóanyagot lehet használni talajfertőtlenítőként, és másik kettőt lehet állománypermetezésre használni a konkurenciából. Ezek érintő kontakthatású mérgek, kicsi a tartamhatásuk, itt a Benevia hosszú tartamhatásával és felszívódó hatásával, ha jó időpontban egy sárga ragaslapos előrejelzésre alapozva juttatjuk ki, akkor egyértelműen egy magas minőséget érhetünk el vele. Köszönöm szépen. Az előbb a Verimark kapcsán elég sok praktikus tanácsot adtál a termelőknek, hogy a Benevia kapcsán tudunk esetleg ilyen jellegű praktikus tanácsokat megfogalmazni? Igen, igen. Azért ez könnyű, mert gyakran hívnak ezzel, hál' Istennek. Az első és legfontosabb a pH, az utólagos pH beállítása. Teljesen mindegy, hogy mivel viszik le a pH-t, hogy salétromsav, foszforossav, vagy egyáltalán speciális készítmények. Lényeg az, hogy 6-6,5 közé állítsuk be, és kerüljük azoknak a lomtrágyákkal való kombinációt, például bór és kálcium lomtrágyák, ami nagyon elvinni lúgos irányba a permetlének a pH-ját, mert akkor nem fog tökéletesen működni. A másik ilyen pedig a nedvesítő szereknek a használatára hívnám föl a figyelmet. Aki káposztát, hagymát termel, az pontosan tudja, de a többi növény esetében is azt tapasztaljuk, hogy a tartamhatás kialakulásához elengedhetetlenül fontos a nedvesítőszer. Itt hoztam egy vizsgálatot, dohánytrips ellen néztük meg a Benevia hatékonyságát. Ha önmagában raktuk ki, akkor 13 nappal később 58%-os volt a hatékonyság. Nem rossz, a mostani helyzetben ez nem rossz, viszont ha megadjuválom, és végül is mindegy, hogy melyik készítménnyel, akkor még plusz 10-15%-ot rá tudtam erre tenni. A harmadik dolog, hogy érdemes várni a termelőknek kezelés után 1-2 napot. Habár a táplálkozás leáll már fél órán belül, de a mozgása a rovarkártevőknek még 2 napig elfogadott, és utána pusztulnak el a kártevők. És esetleg, akit érdekel, az hoztam egy videót, egy Pap Tamás nevű nyíregyházi termelőnek vannak nagyon pozitív tapasztalatai, mind a Verimarkról, mind a Beneviáról. Kérem, nézzék meg! Ezt a káposztát az idei évben egy 7 héttel ezelőtt ültettük. Ültetés előtt 15 milli per 1000 tejű Verimarkba volt beáztatva a káposztapalántának a gyökere. 4 hétig semmiféle rovar elleni kezelés nem kellett neki adjunk, sem bóha, se levéltető, semmi nem támadta, sőt a káposztalégynek a nyűve ellen is tökéletesen véd. Utána 4 hét után egyszer lekezeltük Beneviával, és azóta sincsen sem bóhánk, se levéltető, sem hernyó kártevő a káposztában. Úgyhogy én csak tiszta szívvel tudom ajánlani az FMC-nek a termékeit, mert szerintem nagyon jól működnek. Hát köszönjük szépen ennek a termelőnek a pozitív hozzáállását. Én nekem lenne még egy plusz kérdésem, többször elhangzott a dohánytrips, és én kicsit a kérdésben leragadtam a dohánynál. Nem kertészeti növény, ipari növény, hogy a dohány esetében, a dohány kártevői, rovarkártevői esetében például a Beneviával van lehetőség a termelőknek védekezni? Itt Nyíregyháza, Nyírség, melletted Rácz Tibi, valamelyikőtök biztosan tud erre a kérdésre válaszolni. Ugye ott a dohánytermelésnek ott vannak nagy területei. Igen, szívesen válaszolok. Ő már második éve megkérte a nyíregyházi termelői csoport az eseti engedélyét a Beneviának a dohánytermesztésre, és szerintem az idei évben is meg fogják kérni, mert sikeresen alkalmazták az elmúlt 2 évben. Tibor, köszönöm. Tehát, hogyha ül itt dohánytermelő a képernyők előtt, akkor ebbe érdemes nekik is gondolkodni, vagy részt venni ebben. Menjünk tovább, és itt ugye többször szóba került az, hogy nagyon nagy értékek vannak egy hektáron a zöldségek esetében, de nem tudjuk őket betakarni, nem tudjuk őket megvédeni az időjárás, a talaj egyéb viszontagságoktól. Olyan stressztőnyezők érhetik, amik a nagyértékű kultúrák betakarítását, termelési értékét veszélyeztetik. Hogy ezen a területen hogyan tudnánk ezt összefoglalni, hogy mivel kell szembenéznünk, és van-e, milyen megoldásaink vannak, hogy csökkentsük ezeket a problémákat?
Igen, hát a legnagyobb stressz az időjárási tényezők okozzák, amire nem vagyunk befolyással. Tehát ezekhez a hőmérsékleti csapadékviszonyokhoz kapcsolható stressz tényezők, például, hogy egy hirtelen lezúduló csapadék ellen nem tudunk védekezni, mert a szájáról tudunk öntözni, de egy nagy eső az ugye belvizet okozhat, akár egy kis nagyértékű ültetvényben is. Egy másik formája ugye a csapadékkal kapcsolatos stressznek a jégverés, ami akár egy szántóföldön is egy nagyobb területen óriási károkat vagy visszaeséseket tud okozni, ha még újra el is indul az állomány. Ugye a viharkár, ami jellemző ezekben a hektikus években, ahol az időjárási elemek egy szezonon belül is váltogatják egymást, hogyha a viharkár homokos talajtípussal párosul, akkor akár egy homokverés is nagy kárt okozhat a területen, illetve hát a hőmérséklettel kapcsolatban akár egy késői fagy, ez ugyanúgy szántóföldön vagy gyümölcsösben, zöldségtermesztésben, illetve hát a hőségnapok, amik ugye nehezen viselhetők az ember számára is, de mi el tudunk menni a hűvös lakásba, a növény az szegény végig ott van a vegetációs időben, ezzel ellen is próbáljuk segíteni, és egy picit a emberi tényező is bejátszik néha, hiszen az előző elővetemény gyomírtó maradványa, hogyha olyan száraz év jön, akkor ugye nem bomlik le megfelelően, akkor lehetnek akár gyomírtó stressz maradványok is, illetve esetleges technikai hibák miatt, amikor egy permetezőt nem mosunk ki elég jól, akkor akár egy kisebb ültetvényben is lehet ilyen tünet, mint amit itt látunk egy uborkában, egy gyomírtószer maradvány. Tehát különféle stresszek jöhetnek tehát a zöldségtermesztők esetében is, és ugye mihez forduljunk. Az FMC-nek az ajánlata ezekre a problémákra a Rizomagic, hiszen javaslom, hogy amikor ilyen stresszódó készítményekben gondolkodunk, akkor azt nézzük meg, hogy melyik készítmény milyen stresszek ellen képes hatékonyan dolgozni. Ezt az ábrát azért készítettem, hogy legalább csoport szinten nézzük, hogy milyen típusú készítmények vannak a piacon. Vannak olyanok, amelyek makro, mezo, mikroelemeket tartalmaznak, ezek az úgynevezett levéltrágyák. Vannak, amelyek már szerves anyagot tartalmaznak, főleg itt akár egy talajhatást is várhatunk. Az algát és esetleg még mellei mikroelemeket tartalmazó készítmények akár egy növényi stresszben is tudnak segíteni. És ugye vannak a aminosavas termékek, amelyek szintén egy csoportot alkotnak. Na most a jó hír az, hogy a Rizomagicnél nem kell nézni, hogy milyen stressz van, vagy milyen stresszre akarom felkészíteni a növényt, hiszen egy arán tartalmazza hozzáadott növényazonos L-aminósavat, alga származékot, illetve magas szervesanyag tartalmon, és a makro-mezo-mikroelemeket is egy arán tartalmazza. Ráadásul ugye a modern formuláció következtében nagyon jól felveszi a növény. De mondhatnám azt, hogy ez egy 3:1 készítmény, hiszen ha van stressz, akkor számtalanféle stresszre alkalmazhatjuk. Ugyanakkor egy növény kondicionáló is, hiszen tartalmaz azokat a jól felvehető tápanyagokat, amelyeket ugye már a készítmény maga tartalmaz, illetve a harmadik meg, hogy egy önmaga egy levéltrágyaként is működik. Köszönöm szépen, Tibor. Ha jól tudom, a Rizomagic az idén lesz 3. évben forgalomban. Ugye ez alatt nagyon sokan használták, úgy tudom, jelentős területen történt az alkalmazása. De azok számára, akik még csak gondolkodnak és szeretnének tisztán látni ebben a elég bőséges, néha kicsit kusza kínálatban itt a biostimulátorok területén, milyen külföldi, hazai eredményeket tudnál nekünk mutatni, amelyek alapján egy picit tisztulhat ez a kép, itt főleg ezekben a nagyértékű kertészeti kultúrákban? Igen, hát a bőség zavarával küszködve néhány grafikont szeretnék csak most megmutatni. Gyakorlatilag a kályhától indulva, hiszen itt a kályha a talaj, illetve a gyökér, hogy hallottuk már az akkódó esetében is. Itt például dinnye esetében vizsgálták azt, hogy kiültetés után 7 és 21 nappal történt két kezelés, és későbbiekben megvizsgálták a gyökér környezetében, hogy milyen a talajnak a hasznos mikroorganizmus száma, tehát mennyire szaporodott fel ez a réteg a talajban. És azt tapasztalták, hogy a Rizomagic képen is látjuk, hogy a jobb oldalon Rizomagic kezelés hatására ez a szám ez pozitívabb volt. Most hogyan lehet ez? Hogy a talajra is pozitív hatásra van, tehát ha látjuk egy másik vizsgálatban a baloldali kockában, hogy a talaj légzés mennyivel nőtt, akkor ugye már nem meglepő, hogy a középső kockában a széndioxid
kibocsátása a talajnak azért nagyobb, mert intenzívebb a talajélet. És hogyha jó a talajélet, jó a talajszerkezet, akkor jobban gazdálkodik a számunkra fontos nedvességgel is, tehát kisebb a talaj kipárolgása, ahogy látjuk a harmadik oszlopdiagramon is, ami ugye meg fogja állni a növény, hiszen jobb szerkezetű, nedvesebb talajban a gyökerek jobban nőnek, mint ahogy itt a babokon látjuk. A jobb oldali két kép a kezelés után két héttel készült, tehát sokkal intenzívebb már a kezdeti, vagy későbbi állapotban kijutatva a további fejlődése a növénynek. Egészen addig, hogy ebben a grafikonban ugye azt látjuk, illetve táblázatban, hogy különféle készítményekkel kezelt paprikát a kiültetéskor, majd rá 10 napra kezelve, még 10 nap elteltével értékelték arra, hogy egy növényen hány virág van, és láthatjuk a legalsó piros sorban, hogy a rizomegyik kezelés követően tudtak a legtöbb virágot egy növényen számolni. Tehát mindenképpen a termés többlet várható. A gyakorlati tapasztalat stresszoldása az egyik kedvenc példám még 2019-ből, amikor megbeszéltük egy nyírtasi kertészetben a szabadföldi paprikában, hogy az egyik öntöző ágban a kollega majd csepegtetni fogja a rizomegyiket, és majd később többször is ki fogja juttatni. Az első kijuttatás után 3 nappal egy óriási vihar jött a területre, a teljes területre, ugye itt látjuk, ezt ő fotózta, majd utána erre 6 napra szólt, hogy nézem meg, hogy a kezelt tábla részen sokkal jobban helyre jött az állomány, és hogy ezt a fotót már rá 6 napra készítettem július 3-án. Tehát ebben a stresszben is látványosan tudott segíteni a Rizomagic. Még egy rövid videót tettem be, ahol egy szintén paprikában, de egy másfajta stressz, egy hideg stressz, illetve szél stresszre alkalmazta egy tornyospálcai termelő. Kérem, hogy nézzük meg ezt a rövid bejátszást. Május 24-én volt ültetve ez a hamik paprika, a szél meg a fagy megverte nagyon. Rizomagicet tavaly használtam uborkában és paprikában. Nagyon bevált, nagyon jó stresszoldó hatású. Ezért nyúltam hozzá idén is, azért néz ki így a növényem. Köszönöm szépen, Tibor. Még egy kérdésem lenne. Egy olyan termelő helyébe képzelem bele magam, aki készül arra, hogy mondjuk jön egy hűvös lehűlés, és kijuttat mondjuk rizomagicet, hogy ettől a stressz helyzettől megóvja a kultúrnövényét, és közben nem érkezik meg ez a lehűlés, és akkor azt mondja, hogy hát lehet, hogy most fölöslegesen juttattam ki egy stresszoldó készítményt, mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Mit tudnál nekik mondani? Hát semmiképpen sem feleslegesen jutottak ki, hiszen ahogy említettem, ez 3-1 készítmény, tehát hogyha nincs stressz, az összetevőknek köszönhetően ez egy kondicionáló hatás, tehát az összetevők biológiai többlethatást adnak, egy szinergizmust, és ráadásul még ugye a makro és mezo mikroelemek miatt levél trágyaként is működik. Itt egy példát mutatnék, egy nyíregyházi, már előbb említett 40 hektáron termelő kertész kollega paprikájánál, nyomon követtem a palánta kortól kezdve az állományt, itt láthatók a dátumok, és egész októberig nagyon szép volt az állomány, jó kötődés volt, jó kondíció, de ezt egy következő rövid videóban ő maga el fogja mindjárt mondani. Most nem káposztát, hanem éppen paprikát mutatunk be. Ezekben a kultúrákban is már 3 éve használom a Rizomagicet, mind csepegtetve, mind levélen át. Amint látjátok, október eleje van, a paprika kondíciója még most is kimagaslóan erős a kísérleteinkben azokhoz képest, ahol nem használtuk. Növénybetegségünk nincs, hál' Istennek a hernyó ellen a sztyuárdal nagyon jól tudunk védekezni. A baktériumféléket pedig mi nagyon egyszerűen egy bordói plusz kénnel megállítjuk, és nem csicsázunk túl a felszívódószerekkel. Ugye már Szabolcsi vagyok, akkor a paprika mellett még egy uborkás adatot is szeretnék bemutatni, ott elég elterjedt nálunk az uborka. És egy másik kollega, aki szintén nagy területen uborkázik, több év óta alkalmazza a Rizomagicet, ő is elmondja a tapasztalatait egy rövid bejátszásban. Kőszegi Ferenc vagyok, Szamosbecsen termelünk különböző zöldségeket, most egy uborkás táblában vagyunk, május 1-én lett kipalántolva, radistartgód lett bedolgozva a bakhátba, ez egy főszáros fajta, és már 2-szer alkalmaztuk a Rizomagicet, mint lomtrágya. Ma fogjuk harmadjára, idáig járunk a 3. szedésünknél. Minden növénykultúrába használom a Rizomagicet és a bordai lépusz kéne van eszét.
és még annyit, hogy összefoglalóan a rizomegyükről, tehát láthattuk, hogy csepegtetve, permetezve is kijutatható különféle zöldségkultúrákban, és ha van stressz, ha nincs stressz, akkor is látványosan megtérül és fokozza a hozamot. Tibor, nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy ezek a termelők szinte a termék helyett beszéltek, egy elég komoly ragaszkodás van részükről az Rizomagic által biztosított hatáshoz. A konferenciánknak, webkonferenciánknak most körülbelül a feléhez érkeztünk, és a másik felét a csapat egy új csapattal fogjuk folytatni, és amíg itt a csapat úgymond kicserélődik, addig engedjétek meg, hogy felkonferáljak egy olyan rövid kis videót, amely szintén termelői tapasztalatokat oszt meg hagymában nehezen leküzdhető tripszek elleni védekezés kapcsán. Úgyhogy nézzük meg ezt a videót közösen. Szünetet! Debrecen közelében, Derecske határában a hagyományos kultúrák és a konzervipari zöldségnövények mellett mintegy 25 hektáron termesztenek vöröshagymát a Híka Kft. Területein. Őszi és tavaszi vetésűt egyaránt. Az intenzív technológia részeként nagy hangsúlyt fektetnek többek között az öntözésre, ahogy a precíz, hatékony és megbízható növényvédelemre is. A rovarkártevők közül a legnagyobb kihívást a dohánytripszek jelentik, amelyek ellen az FMC Agro Benevia rovarölőszere vált be. A védekezés nehézségét a tripsz rejtett életmódja, valamint a gyors szaporodása jelenti. A nyári magas hőmérsékleten és száraz időjárás körülmények között nagyon gyors szaporodásra képes, és akkor tud valóban gazdasági kárt is okozni. A tripsz elleni védekezésnél a rejtett életmód miatt a gázosodó vagy felszívódó hatóanyagokkal lehet hatékonyan védekezni. Régebben a klórpirifosz és dimetoáttal védekeztünk, de ezeknek a szereknek a kivonása miatt olyan új, hatékonyan működő készítményeket kerestünk, amelyek amellett, hogy a tripszre jól működnek, vagy tripsz ellen jól működnek, a hasznos szervezeteket is kímélik. A ciántraniliprol hatóanyagot tartalmazó Benevia pedig éppen ilyen. A kontakt, felszívódó és gyomorméreg a lárvák táplálkozását gátolja, és tojásölő hatással is rendelkezik. A derecskei tapasztalatok is azt bizonyítják, hogy rendkívül hatékony a dohánytripsz és a hagymalégy ellen. Több mint két héttel a kezelést követően is védelmet nyújt a hagyma számára. A Beneviával történő kezelést azt sárga ragacslappal történő rajzás dinamikához igazítottuk. Június második felébe használtuk. A tripsz elleni hatékonysága jól működött, azóta se szaporodott fel az állomány. A Beneviát 0,75 liter per hektáros dózisban 600 liter vízmennyiséggel juttattuk ki. A nyári magas hőmérséklet miatt az esti kijuttatást preferáljuk, amikor alacsonyabb a hőmérséklet és alacsonyabb az UV is. Adalékként növényi olajat juttatunk ki, amely segít a hagymalevél viaszának a feloldásába, így gyorsabban és nagyobb mennyiségbe be tud jutni a készítmény. A Beneviát azért tudnám ajánlani, mert jó hatékonysága van, tartamhatással bír és kíméli a hasznos szervezeteket. Keresse a Benevia folyékony rovarölőszert az FMC Agrónál. És akkor folytatjuk a keresztakasztal beszélgetéseket, és a csapatunk szépen kicserélődött, és mielőtt új izgalmas témákba kezdenénk, technikai információ a játékkal kapcsolatban, ahogy azt már Fazakas Károly bejelentette, elindult a játék, úgyhogy bíztatom önöket, hogy játszanak. Nagyon kedves kis ajándékcsomagokat állítottunk össze önöknek, nagyjából egy bő fél óra múlva le is zárjuk a játékot, addig van idejük válaszolni, és a beszélgetések után pedig azonnal sorsolni fogunk még hozzá 10 ajándékcsomagot, úgyhogy akkor tovább is adnám a szót Karcsinak, hogy akkor kezdje el itt a délután hátra levő részét új izgalmas témákkal és az új kollégákkal. Köszönöm szépen, Karcsi! Köszönöm szépen, Ákos, ezt a felvezetést. Tudom, sokan abban bíztak, hogy a csapat kicserélődésével én is kicserélődök, de hát nekem maradnom kellett, úgyhogy igyekszem folytatni a további szakmai kérdésekkel, lehetőleg minél inkább megizzasztani az itt ülő kollégáimat.
Menjünk is tovább, és van egy olyan kultúrnövény, ami nagyon fontos Európában, sajnos Magyarországon a területe évről évre csökken, sok-sok oka van ennek, de ugyanakkor van egy lelkes, nagyon lelkes szűk termelői kör, aki viszont nagyon nagy szakmai tudással és nagyon pozitív hozzáállással termeli a burgonyát. Röviden, István, világítsunk már rá arra, hogy az FMC burgonya technológiájában mi az a néhány kulcspont, amivel tudjuk segíteni ezt a termelői munkát? Jó. Tehát mindig, amikor krumplisoknak, burgonyásoknak tartok előadást, el szoktam mondani, hogy sok termékünk mennyiségileg nincsen. Viszont, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy milyen szinten tudjuk támogatni őket, akkor megláthatjuk azt, hogy nem csak és kizárólag az úgynevezett klasszikus növényvédőszereket forgalmazzuk, hanem stresszoldásban, minőségjavításban, mennyiségjavításban, startertrágyában is tudjuk őket segíteni, és ez a sokoldalúság nagyon nagy segítséget nyújt abban, hogy technológiát tudjunk adni a termelőknek. Természetesen én most nem fogok az összes termékről átfogóan beszélni, két termékről fogok így először is beszélni. Az egyik egy gombaölő, utána pedig a Rizomagicről egy példát fogok említeni. Tudom, hogy az előző szakaszban már volt erről szó, de egy példán keresztül azért fölvillantom a Rizomagic burgonyában való előnyeit, és egy új gombaölőről is akkor fogok beszélni, ezzel kezdenék, ez pedig a Vendetta. Ez hozzád illenév, István, úgyhogy halljuk. Igen, nem véletlenül én adom elő, én választottam ezt a terméket. És akkor két terméken keresztül vezetném föl, ugye az egyik a burgonyavész, a másik pedig az alternáriás betegség, amiről beszélni fogok. Ugye mindkettőben közös, hogy május közepén védekeznek, május közepén kezdenek el védekezni ellenük. A fitoftóránál ugye jellemző az, hogy figyelni kell a túlöntözésre, figyelni kell arra, hogy elsősorban kontakt anyagokat használjunk. És azért itt azt is érdemes megemlíteni, hogy az Európai Uniós korlátozások révén nagyon sok közkedvelt, jól ismert, általános használatban lévő kontakt-ható anyagot korlátoztak, vontak ki, mankoceb, propineb, kaptán, úgyhogy elég nehéz helyzetben vannak a termelők, ha a burgonyavész elleni védekezésről van szó. Az alternáriánál pedig ugye azt kell megemlíteni, a gombölőszer szempontjából, hogy nyilván, ahogy öregedik el a lombozat a vegetáció vége felé, úgy egyre nagyobb százalékban van arra esély, hogy az alternária belép, mint fertőző kórokozó, és érdemes olyan terméket választani az alternária vonatkozóban, aminek egy élettani hatással tudunk ezen a gomba ellen védekezni. Ebben a Vendettában pont ezt a két dolgot egyesítettük, tehát az azoxistobin zöldítő hatása, illetve a fluazinám, mint másik hatóanyagnak a kontakt hatását egyesítettük gyári kombinációban. Tehát nem külön-külön kell kijuttatni, nem porokat kell egymáshoz keverni, nem nagy dózisú termékről van szó. De hogyan is működnek ezek a dolgok? Ugye a fluazinám egy több ponton beavatkozó kontaktgombölőszeres készítmény, az azoxistobin pedig szisztemikus felszívódó szer, melynek az élettani hatásait természetesen ismerjük. De természetesen a Vendettát nem csak ez ellen a két betegség ellen lehet használni, hanem lehet használni még szklerotínia, spongospórás varasodás, koletotrihum, rizoktónia ellen is, tehát sokoldalú termékről van szó, és a fluazinám esetében azért azt is meg kell említeni, hogy Nyugat-Európában a burgonya gombölőszeres védekezésének egyik alapja ez a hatóanyag, illetve azt is meg kell említeni természetesen, hogy a gumók betárolásának jelentős javításában is szerepe van a fluazinámnak, és így a vége felé közeledve a Vendettának egy diagramot mutatnék arról, hogy mennyivel javított az önálló fluazinámhoz képest is a Vendetta a betárolt gumó fertőzésén, illetve természetesen így a vége felé elmondanám még egyszer akkor, hogy a dózis a fél liter hektáronként, évente maximum háromszor lehet használni, és érdemes esetleg zárásként önálló fluazinámot használni, illetve előtte kétszer ezt a Vendetta gombaölőszert.
És akkor, hogy említettem, egy kis rizomagic, a részletekbe én már nem mennék bele, csak egy konkrét példát, ez egy dunaegyházi chips burgonyában használták a rizomagicet 2x2 literrel, és elég jelentős terméstöbletet értek el ebben a kísérletben. István, köszönöm szépen, elég szerény voltál ezzel az elég jelentősel, hát ez több mint 10 tonna volt hektáronként, tehát ezt ha forintosítjuk, akkor azt hiszem, hogy ez is egy újabb oldalát tudja bemutatni annak, hogy ez a Rizomagic milyen tudással és milyen tartalékkal bír még egy ilyen nagyon intenzív kultúra esetében. A bevezető ábrán mutattad, hogy a burgonyában hány helyen van technológiai javaslatunk. Nyilván a részletek nélkül, hiszen az előző előadás részben a Beneviáról már részletesen szóltunk, a rovarölőszerek között a koragent a szakma nagyon jól ismeri, de talán arra érdemes lenne rá világítani, hogy ezt hogyan javasoljuk mi technológiába illeszteni, és miért úgy? Jó, itt külön ki van, kiemeltem én azt, hogy a két rovarölőszernél, ugye mind a kettő a diamid csoportba tartozik, én is megkaptam kérdésként, hogy használjam, melyiket használjam, lehet-e egyáltalán a két terméket egyszerre vagy egymás után használni. Én ugye a különbséget emelném ki először, tehát ugye a Benevia már az imágót is tudja, míg ugye a koragennél a tojás és lárvaölő tudását használjuk ki. Mind a két terméknek nagyon hosszú hatástartalma, és mind a két termék nagyon gyorsan dolgozik, tehát hogy a Benevia akár már 2 nap alatt is elpusztítja az imágokat. Tehát technológiába helyezve én először akár a betelepülő imágok ellen már a Beneviával beavatkoznék, és utána, ha esetleg valaki megcsúszik, vagy technológiába kimondottan a tojásölő hatást szeretné kihasználni, akkor utána lehet egy koragennel közbelépni, és kihasználni a tojás és lárvaölő hatását. És akkor egy elég jó eredményt kaphatunk, akár egy hónap elteltével is. István, nagyon szépen köszönöm, azért ez a 28 napos tartamhatás, ez eléggé meggyőző, mert hogyha a képet visszakaphatjuk, hát sajnos még a szerptöv is nem írtja, de hát majd még fejlesztünk rajta a jövőben, itt talán a kép elején az látható, innen jól nézem. Na de menjünk tovább, hogyha így sikeresen azért komoly megoldásokat tudtunk a burgonya növényvédelmében javasolni. Kicsit térjünk át a gyümölcs kultúrák irányába. Ha valahol óriási problémát jelent a hatóanyagok kivonása, akkor ez itt különösen igaz, hiszen egyes területeken nem maradt megoldás, és ugyanakkor a károsítóknak, a rovárkártevőknek, egyéb problémát okozó károsítóknak a megjelenése viszont ezt nem vette figyelembe, tehát ők ugyanúgy jönnek. Mi a helyzet itt a cseresznye megy kultúrákban? Kriszta, téged kérnélek meg, hogy világíts már rá, hiszen tudjuk azt, hogy az elmúlt években is sok csonthéjas kultúra lett eltelepítve, vagy éppen már felújítva is, és elég sok ültetvény sorsa függ attól, hogy a növényvédelmét hogyan tudjuk megoldani a jövőben. Igen. Hát a kérdés az, hogy meg tudjuk-e védeni a cseresznyemegy kultúráinkat most jelenleg, ahogy te is mondod, a hatóanyag kivonások után. Ha abból indulunk ki, hogy a cseresznyemegy termesztésnek a kulcskérdése az, és a hatékonyságának a kulcskérdése, hogy a cseresznye légy ellen meg tudjuk-e védeni az ültetvényt, akkor a válaszom igen, meg tudjuk. Ugye a hatóanyag kivonások miatt, ami maradt kezünkben készítmény, azt egyre gyakrabban használjuk, egyre többször ismétlődnek. Könnyen belátható az, hogy ennek hosszú távú és rövid távú hatásai mik lesznek. Jelesen az, hogy nem fognak működni ezek a készítmények. Én úgy gondolom, hogy a szájazapír tartalmú exirelünk az utolsó pillanatban érkezett a termelőkhöz, hogy ezt meg tudjuk gátolni, a rezisztencia kialakulását. Maga a készítmény egy nagyon jó hatástartammal bír, meglehetősen hosszú, az élelmezés egészségügyi várakozási ideje viszont rövid, és hatékonyság tekintetében pedig rendkívül gyorsan hat. Amikor ezt a készítményt behoztuk, akkor drozofila félék ellen, a Suzuki ellen próbáltuk, és akkor tapasztaltuk, hogy fantasztikusan mondhatni, tökéletesen hat a cseresznyelégy ellen. Most a gyors hatását azt a Suzuki-n szeretném bemutatni, a Drosophila Suzuki-n egy rövid kis videóval.
Here you can see how quickly Cyazypyr active ingredient acts. The fruit was treated with Exeril insect control at the recommended use rate. A female lands on the fruit and starts licking the surface. But then it stops. Only 2.5 minutes after the first sip, the fly behaves erratically. It has difficulty walking and is increasingly affected as it becomes more and more intoxicated. Finally, it falls off the fruit and dies a few hours later. The most important effect, it could not start laying eggs. It didn't even try. Here, another example, the same result. The fruit is protected. Exeril insect control does not only act fast. As it has a new mode of action for the control of Drosophila suzuki, it fits perfectly into a resistance management program, providing an additional tool for rotation in growers' programs. Exeril insect control protects cherries, berries, plums, and grapes efficiently, an excellent choice for high marketable yields of healthy fruit. Fontos itt figyelembe venni azt, hogy az esetek nagy részében teljesen friss fogyasztásra is kerülhetnek ezek a gyümölcsök, hogy hogyan illeszthető be itt, részben említetted ezt a várakozási időket, milyen technológiát javasolsz, hogy ez betartható legyen, és úgymond, ahogy a videó is fogalmazott, a gyümölcs védve legyen a kártevőtől. Igen, ugye különböző kultúráink vannak, vagy legalábbis érési idő szempontjából korai, közép, korai, késői érésűek. Nagyon eltérő az, hogy a rovar fertőzés mikor történik meg. Borzasztóan fontos ezekben az esetekben az előrejelzés. Abban viszont megegyezhetünk, hogy az előrejelzés mellett akkor a legnagyobb kitettsége a gyümölcsösünknek, amikor elkezdenek színesedni a gyümölcsök. Most ebben az időszakban az Exeril nagyon jól beilleszthető, akár blokkezelésekben kétszer is, illetve más hatóanyagú készítménnyel rotációban szintén beilleszthető, de akár egymás után is. 9-10 nap hatástartammal bír, és az élelmezés egészségügyi várakozási idő valóban alacsony, rövid. Szeretném, hogyha megnéznénk újra egy videót, amit egy termelővel készítettünk, aki már nagyon jó hatékonysággal használta az előző években ezt a készítményt. Az ő szavai szerintem nagyon ékesen fogják ezt bizonyítani. Ha a termelő azt akarja, hogy átvegyék tőle teljes biztonsággal a gyümölcsét, meggyet, cseresznyét, akkor használjon Exerilt legalább kétszer. Ez lefedi a kritikus időszakot. A gyümölcstermelők számára nagy kihívást jelent a cseresznyelégy elleni küzdelem, hiszen a legtöbb hatékony módszer nem elégít ki minden igényt. A piretroidok például a hasznos rovarokat sem kímélik. Az FMC Exeril SE rovarölő permetezőszere azonban erre is megoldást jelent. A Kecskemét melletti Kujáni tanya 6 hektáros meggyültetvényében az első tapasztalatok kiválóak. Ha piretroidokat használunk, elpusztítjuk a ragadozatkákat, törvényszerűen föl fog szaporodni a takácsatka, és a megybe takácsatka ellen nincs engedélyezett készítmény. Tehetetlenek vagyunk. Az Exeril, hál' Istennek, meghagyja, megkíméli a ragadozóatkákat, a különböző fátyolkákat, katicabogarat, zengőlegyeket. A cseresznyelégy ellen viszont kimagaslóan jó a hatása. Több mint 2 hétig hat. Tehát kiszórjuk, rövid az évje, élelmezés egészségügyi várakozási ideje, és van még körülbelül 7 vagy több mint 7 napunk a betakarításra, és így megússzuk azt, hogy cseresznye légy műves legyen a medgyünk. Én azt gondolom, hogy akkor a cseresznye és a medgy növényvédelmében komoly ajánlatot tudunk ezáltal biztosítani. De milyen helyzet más kultúrákkal? Az Exeril rendelkezik más kultúrákban is engedéllyel? A jó hír az, hogy igen.
nem csak cseresznye megyben, de emellett szőlőszilva, alma termésűek és bogyós gyümölcseinkben is sikerült engedélyeztetni, végleges engedéllyel. A legtöbbjüket, ugye fontos a drozofila félék, főleg a Suzuki esetében a bogyós gyümölcsöknél, hogy a vékony gyümölcs héjjalá nagyon könnyen beteszi a tojásait, nagyon kedveli, ilyenkor fennáll az a veszély, hogy sokszor a termelőtől a kereskedőig nem jut el a gyümölcs, nemhogy a fogyasztóig. Tehát itt ez egy nagyon nagy fegyvertény lehet, ha tudjuk használni. Illetve a másik, amit kiemelnék, az a szőlő. Ugye itt az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma már hazánkban is nagy veszélyt jelent, és azt kell mondani, hogy ahol ez felütötte a fejét, és a kabóca, mint vírusvektor megtalálható, feltétlenül védekeznünk kell ellene, illetve vannak olyan helyek, szaporító telepeken, ahol kötelező is a védekezés. Mint mondtam, nagyon gyors táplálkozás leállítást okoz, tehát a vírusvektorsága a kapucának már nem tud megvalósulni, és mind a mellett ugye a lepke kártevőkre is működik maga az Exirel, így két legyet, vagyis egy mojt, illetve egy kabócát tudunk ütni egy csapásra, ami szintén egy jó hír. Köszönöm szépen, Kriszta, ezeket a válaszokat. Tehát mondhatjuk azt, hogy a gyümölcslegyek ellen azért egyre inkább biztonságban vannak kultúrnövényeink, de mi a helyzet a gyümölcs molyokkal? Ott talán egy kicsivel bővebb a jelenlegi választék a növényvédőszerek tekintetében, de különösen nem mindegy, mert minden évben hallunk komoly károsításokról a nagyobb választék ellenére, tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen készítményt választunk, és azt milyen technológiában használjuk. Rakos Attila kollégánknak ugye gyakorlati tapasztalata is van, hiszen az FMC előtt egy ilyen nagy kertészetben dolgozott, és onnan is tudja a tapasztalatait megerősíteni. Úgyhogy Attila, milyen választ tudsz itt a molyokkal kapcsán adni? Igen, köszönöm szépen a kérdést. Hát én úgy gondolom, hogy egy gyümölcstermesztő a termés biztonságát illetően igyekszik minél kisebb kockázatot vállalni, és szeretne minél nyugodtabban aludni. A gyümölcsmolyok drasztikus károkozása ellen hatékony megoldás nélkül ez igencsak nehéz lenne, hiszen jelentősen befolyásolják a termés minőségét és ezáltal az árbevételt is. A koragen használatával teljességgel elkerülhető a gyümölcsmolyoknak a károsítása, és hogyha megnézzük, hogy számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik ez a termék, az előbb említett nyugodtság kérdése értelmet is nyer. Egy koragenes kezeléssel gyakorlatilag nem igen tudunk hibázni, nem igen tudunk mellélőni, nagyon hosszú neki a tartamhatása, és több fejlődési alak ellen egyaránt hatékony. És ami az előző videóban is hallatszott, hogy nagyon fontos egy rovarülőszer esetében, hogy kíméli-e a hasznos szervezeteket, vagy nem. A koragen esetében is elmondható ugyanez, kíméli a hasznos szervezeteket, és az ültetvényeket nézve azért a biológiának a fenntartása az nagyon-nagyon fontos, de ezen kívül a méhekre gyakorolt hatás sem utolsó szempont, tehát minden ültetvényben a méheknek a jelenléte azért dicséretes tény, akkor igen, az nem gyakorol rá semmilyen káros hatást. Ami még szintén fontos, hogy a kertészetben folyamatosan folynak a fitotechnikai munkák, egy koragen alkalmazása után permetli beszáradást követően gyakorlatilag azonnal folytathatók ezek a fitotechnikai munkálatok. Koragenről azért régóta kapunk folyamatos pozitív visszajelzéseket, és általában aki először használja ezt a rovarülőszert, az arról tud beszámolni, hogy milyen egészségesen tudta betárolni károsítómentesen az almáját, nem fogja többet kihagyni a technológiájából. Az, aki már korábban, akár 10 évvel ezelőtt ismerkedett meg a jótékony hatásával, az pedig abszolút nem hagyja ki a növényvédelmi technológiájából. Attila, köszönöm szépen, de az lenne a kérdésem, hogy az FMC mit tesz azon kívül, hogy oké, elmondjuk az elméletet, biztosítjuk a termék elérhetőségét a kereskedőinken keresztül, de mit tesz még ezen túl az FMC a termelők növényvédelmének a segítése érdekében? Természetesen egy kiváló megoldás mellé igyekszünk szolgáltatást is nyújtani. Tájékoztatjuk a gyümölcstermesztő partnereinket az első kezelésnek a helyes időzítéséről. Mi a biofix előrejelzési módszert alkalmazzuk, ami a károsító különféle fejlődési állapotához tartozó hőszeg szükségleteket vesz figyelembe. Nagyjából a tojás tömeges tojásrakás idejére kellene időzíteni ezt az első
kezelést. Az első konzekvens feromon csapdás fogásokat követően mi már folyamatosan számolunk a hőmérséklet adatokkal, és amint előre lehet vetíteni ezt a helyes időzítést, akkor mi e-mail útján a gyümölcstermesztő partnereinknek tájékoztatást adunk a kezelésnek a szükségességéről, idejéről. Az a gyümölcstermesztő partner, aki a korábbi években nem kapott tőlünk egy ilyen jellegű iránymutatást, célszerű a területileg illetékes kollégámat megkeresni, és egy hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével a jövőben ő is természetesen kaphat tőlünk információt. Ugye ez a helyes időzítés igazán az első kezelésre vonatkozik, a koragen engedélyokirata lehetővé teszi a két kezelést, az első után 2-3 héttel javasoljuk a második kezelésnek a kivitelezését, az azt követő időszakban károsító egyéb lepke- és molykártevők ellen, vagy az almamoly második nemzedéke ellen inkább egy indokszakarp hatóanyagú terméket válasszunk. Ugye két ilyen rovarülőszer jöhet itt számításba, az Avont, illetve a Stuart. A kettő közül én inkább a Stuartot emelném ki, sokkal szélesebb neki az engedélyokirat kiterjesztése, több kultúrában van engedélye, és ha egy korai betakarítású gyümölcsről beszélünk, akkor nem elhanyagolható szempont az élelmezés egészségügyi várakozási idő sem, Stuart esetében ez nagyon-nagyon rövid. Attila, köszönöm szépen. Ugye egy ilyen rendezvényen, egy élőben kérdeze felelek beszélgetésen mindent érdemes, a friss információkat is meg tudjuk osztani, és ismeretes az az információ, hogy az indokszakarp hatóanyagok készítmények is abba a körbe kerültek, amely az uniós fölülvizsgálatot követően kivonásra kerül. Ismertes már velünk, hogy mi a helyzet akkor pontosan, mire számítsanak a termelők ennek kapcsán? Igen, hát az Európai Uniós hatóanyag kivonásoknak korán sincs vége, és az idei évben egy számunkra ismét fontos hatóanyag kerül kivonásra. Az előbb említett két termék ebben az érintett, Avont, illetve a Stuart. A 2022-es évet természetesen ez még nem befolyásolja. Március 19-éig van lehetőség részünkre készletet megmozgatni Magyarországra. Július 1-jéig van lehetősége a kereskedő, illetve a termelő partnereknek megvásárolni a két érintett terméket, és szeptember 19-éig felhasználható mind a két termék. Tehát Attila, most ebből akkor azt vonhatjuk le, hogy akár kertészeti kultúráról, csemegekukoricáról vagy gyümölcsösről beszélünk, az idei évben az indokszakarb két termék, a Stuart, illetve az Avont felhasználása biztosított a termelők számára. Ugye ez azért összességében jó hír. Az rossz hír, hogy valaminek ismét vége lesz, de legalább most újból van ideje a termelőknek gondolkodni, hogy a kiesők helyére mit választ. Szerencsére itt elhangzott a korábbiakban, az FMC ajánlatában is elég sok ilyen termék, amely lehetőséget biztosít esetleg ezeknek a bepótlására. Arról neked esetleg van információt, hogy ez az indokszakarb, ez végleg eltűnik a piacról, vagy esetleg az FMC tervezi azt, hogy esetleg újra engedélyezteti ezt a jövőben? Igen, nyilván a hosszú távú cél az, hogy valamilyen úton, módon, akár kombinációs partnerrel ez visszakerülhessen, úgyhogy a cég mindent megtesz ennek érdekében, de nyilván azért ez évek munkája. Tehát egyelőre most ez az év biztosított, és utána el fog tűnni. Hát ilyen hírek is vannak, ezek is az életünk részei. Én köszönöm szépen, Attila, ezt a részét, és akkor most a nézők kedvéért szeretném bejelenteni, hogy a játékból még 4 perc van hátra, tehát aki még most szeretné elindítani, még ő is végig tud menni azokon a kérdéseken, amelyekre a válaszok zömében már elhangoztak. Most térjünk vissza akkor még a szakmai témák közé, néhány kérdéssel még bombáznám az itt ülő kollégákat. Az egyik pedig az a téma, részben összhangban itt az uniós törekvésekkel Magyarországon is évről évre folyamatosan növekszik az ökológiai vagy éppen biológiai művelésbe vont területeknek a mértéke. Ugye ezeken a területeken azon készítmények, különösen a biológiai területeken a biominősítéssel rendelkező készítmények használhatók, több ilyen terméke is van az FMC-nek, de ugyanakkor fölmerült egy ilyen kérdés, hogy ezekkel kezelt kultúrnövények termésében kimértek foszfit
tartalmat, és ez akkor honnan származhat? Világítsunk már rá erre a kérdésre, hogy mire számíthatnak a termelők. Tibor, téged kérnélek, mint ennek szakavatott ismerője. Igen, szeretném felhívni a figyelmét azoknak a termesztőknek, akik éppen most álltak át bio minősítésű, vagy törekszenek a bio termesztésre. Ott Szabolcsban is egyre nagyobb a számuk, akik akár már idősebb ültetvénynél úgy gondolták, hogy most átállnak a biotermesztésre. Lehet, hogy nincsenek tisztában minden szabállyal, ami aztán esetleg rosszul esett később. Szeretném őket egy kicsit segíteni ebben. Két dolog, ez a foszfit, amit említettél, a másik pedig a részterhelés, hogyha eddig nem voltak ökotermesztésben, akkor lehet, hogy nem figyeltek oda erre, nem volt rá szükségük. Ez a foszfit téma, ez 2018-ban már feljött, hiszen volt egy olasz tanulmány, ami ezt felhozta, hogy egyes tételek átvételénél találtak foszfit származékokat, például bioalma végtermékben, gyümölcsben, és ugye keresték az okát. És ott ez a tanulmány az több okot is felsorol, lehet a talajból, lehet korábban felhalmozott a fás részekből, illetve lehetnek akár résztartalmú rovarölőszerek, vagy hát gombaölőszereknek a szennyezőanyagaiként, vagy egyéb akár egy alga készítmények, amelyek engedélyezettek ökotermesztésben, de nem tudott, vagy a engedélyeztetéskor nem ismert összetevő is lehet. Tehát ezek a foszetilál, illetve etilfoszfonát, káliumfoszfit, az a furcsa helyzet, hogy a hagyományos termesztésben engedélyezett rovarölőszer, például káliumfoszfit hatóanyag, ugyanakkor, mint a foszfor tápelempótlás nem engedélyezett sem ott, sem az ökoban, és ugye ezért a termelő sokszor nem tudja, hogy mit használhat, ha biztonságban akarja tudni a termését, és ezért szeretnék ebben most segíteni. Ugye a mi termékeink, ahogy említetted, a engedélyezettek ökotermesztésben, a bordolé, bordolé plusz kén, illetve az olajos részkén, és ugye a ezekről merült ez fel, ez a vélt probléma, ezért a gyártó, az Agroterm, és ugye mi mindenképpen tisztázni szerettük volna, hogy lehet-e a mi termékeinket használni. Ezért a tavaly évben, amikor ez a probléma Magyarországon kicsúcsosodott, a gyártó mintát vetetett egy külsős céggel egy olyan Szabolcs megyei ültetvényből, amelyben már évek óta alkalmazzák a bordolét, és ökotermesztést folytatnak. Több mintát is vettek, ezt egy németországi akkreditált laborban bevizsgáltatták. Itt ugye látszik a mintavétel helyszíne, illetve körülményei, amit elmondtam. Az volt a pozitív tapasztalat a németországi akkreditált laborban, hogy semmilyen foszfit származék nincs. Tehát gyakorlatilag értékhatár alatt sem volt, se a termésben, ugye se magát a készítményt is bevizsgáltatták, úgyhogy megnyugtatok mindenkit, hogy ökotermesztésben is, ugye máshol is, csak máshol ez nem kizárólag, nyugodtan alkalmazhatják a bordolé készítményt. És ha már itt vagyunk, akkor ugye említettem még a részterhelést. Van néhány előnyös tulajdonság ennek a termékcsoportnak. Például ugye tudjuk, hogy 4000 gram rezet lehet egy hektáron kijutatni évente, illetve pontosabban egy EU 18-as rendelet azt mondja ki, hogy 7 év alatt lehet 28 kg-ot, de ugye egyes készítményeknek már az okiratában is benne van, hogy évente 4 kg rezet lehet kijutatni. Na most például csak hatóanyagot mondok, egy-két rézoxiklorid hatóanyagok készítménynél, már ez két kezeléssel összejön ez a 4 kg, ahol meg kéne állni ugye. A bordói leveknél ugye a bordói lé plusz kénben 65 g, a bordói lénél 105. Most ha ezt ugye beszorozzuk a dózissal, akkor láthatjuk, hogy 3-400 g jön ki egy hektára, vagyis akár 10-12-szer is permetezhetnénk, ha a 4000 g-ot el akarjuk érni, de hogy annyiszor nem fogunk. A másik az, hogy a felhasználhatóság ugye 6 alkalom is lehet akár évente mindkét készítménynél, más termékeknél ugye ez lényegesen kevesebb, vagy ha több is, akkor nem abban a fenológiában, mint a mirzeinknél, hiszen itt vegetációban a levél növekedés kezdetétől a bordolé OSC-nél, a kenesnél pedig a gyümölcs növekedés kezdetékor is alkalmazható. Onnan tehát egy virágzáskori kezeléssel akár egy tüzelhalás ellen is eredményesen tudunk kezelni. Hogy ugye miért nem perzsel, amit oda kiírtunk, mert egy szabadalmaztatott magyar technológiával készül a gyártás, ahol ugyanis olyan pici a részecske mérete, 200 nanométer, hogy az óriási felületet ad, tehát amikor kipermetezzük, a levegő széndioxidjával átalakul nem perzselő részformává, amiből folyamatosan szabadul ki a rézion, ami megöli a gombát, de nem perzseli a növényt. És még egy mellék termék a kálcium szulfát, egy mikroszkopikus gipszréteg, ami viszont egy esőállóságot biztosít a terméknek. Egy korábbi vizsgálat eredménye szeretném még itt megmutatni, ahol látjuk, hogy három csúcsa van ennek a vizsgálati eredménynek, és a
200 nanométernél láthatjuk a réz, 650-nél a kén és a 1 mikronnál a kálcium tartalmat. Úgyhogy bátran lehet alkalmazni a készítményeinket ökotermesztésben és nem ökotermesztésben is. Tibor, köszönöm szépen, mert ezzel ugye választattál azokra a kételyekre, hogy milyen helyzet a foszfittal, tehát nincs ezekben a termékekben, nincs oka problémázni ezzel senkinek, illetve a másik nagyon fontos, hogy ezek a készítmények pedig a részterhelés csökkentésének is elég jó eszközei. Ugye ez az állományvédelemben használatos technológia, de ugye február 15-öt írunk, odakint süt a nap, néhányan lehet, hogy épp mecceni is vannak, és ezért nem tudnak itt lenni, de bízom abban, hogy akik itt vannak, elmondanak néhány információt ezzel kapcsolatban nekik is. Mi a helyzet azok, akik a meccés követően lemosásban is gondolkodnak, milyen terméket, technológiát tudná nekik ajánlani? Igen, hát természetesen az előbbi készítmények is alkalmasak lemosásra, a bordói lé plusz kén, ugye tribázikus részszulfát hatóanyagúak, de van egy kimondott lemosásra készített termék, az olajos részkén, amely ugye a réz és a kén mellett még paraffin olajat is tartalmaz, tehát itt a gombák, baktériumok mellett a rovarkártevőknek a átterelő alakjait is nagyon eredményesen tudjuk gyéríteni. Különféle gyümölcskultúrákban, almás termésűek, ugye a szőlő, bogyósokban engedélyezett, és egyébként ennek van egy engedély kiterjesztése nyári kezelésekre is. Ha valakit érdekel, akkor nyilván honlapunkon ezt is meg tudja találni. Tehát mind a három alkalmas lemosásra is. Köszönöm szépen. Itt a konferenciánk első felében az zöldségeket ért stressztényezőket már elég részletesen elemeztük. Sajnos ennek ki vannak téve a gyümölcskultúrák is, és ugye itt is óriási termelési értékről van szó, amelyet szeretnénk megvédeni. Máté, kérem szépen, hogy foglald már össze ezzel kapcsolatban, mivel szembesülhet a termelő, sajnos azért legtöbbször ők tudják, hogy mi a helyzet, és milyen megoldást tudunk javasolni ezen stressztényezők csökkentésére. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Ha egy kicsit visszatekintünk a tavalyi évbe, akkor láthatjuk, hogy az abiotikus úgynevezett élettelen stresszek szempontjából meghatározó volt a fagy sok esetben, és emellett a lokálisan érkező jégeső is. Itt jégesőre mutatnék egy példát, ugye megsérül egy kezdeti kis gyümölcsnek a felszíne, így a kártevők, kórokozók ugye könnyebben be tudnak hatolni, aztán később már a kifejlett gyümölcsnél az eladhatóság az komoly problémát fog okozni, mivel ugye sérül a bőrszövet, egy parásodás fog elindulni. Ugye a jégen túl, amiről mindenképpen érdemes beszélnünk a tavalyi évre visszatekintve, a nagyon komoly fagykár, ami sok esetben ugye már nagyon korán jelentkezett, akár itt említhetném a cseresznyét, vagy dióban, esetleg mélyebb területeken fekvő szőlőültetvényekben is találkozhattunk egy jelentősebb fagykárral. Sok esetben nem is láttuk, vagy nem is láthatjuk azt, hogy a gyümölcsünk az milyen szinten károsodott. A későbbiek során, amikor a gyümölcsöt mondjuk félbevágjuk, és már érő félben van, akkor lehet látni, hogy a belső szövetek azok egész komolyan sérültek, így a növénynek a növekedése az úgynevezett determinálva van. Ha nézzünk egy április 9-i országos hőtérképet, akkor megfigyelhetjük, hogy egész Magyarország területén nagyon komoly mínuszfokok voltak. Ez egy komoly fagykárt eredményezett. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy már április 20-án 6000 hektáron jelentettek a termelők fagykárt. Ugye itt hoznék egy-egy példát, például a Nébiknek a fajta kitermesztő állomása Monori erdőn, Barackban, sziromhullás időszakában lehetett tapasztalni, hogy a növények, ugye a fejlődő virágok elfagytak, itt akár a porzószálak, bibeszálak ugye teljesen elkezdtek pusztulni, és ezen kívül például cseresznyéből is hoznék egy példát, ugyanígy Monori erdőről, ahol fehérbimbós állapotban sérültek a virágbimbók, itt ugye számíthatunk arra, hogy a termésnek a mennyisége az nagyban csökkenni fog. Máté, köszönöm szépen. Ezek sajnos a termelők számára az elmúlt évekből is ismerős problémák. Nagyon sok megoldás van arra, hogy ezen stressztényezők okozta károkat csökkentsük, de nem könnyű eligazodni. 100 fölött van az ilyen típusú termékek száma is évről évre nő. Próbáljunk már egy kicsit tisztább képet alkotni, hogyha ezeket a termékeket csoportosítjuk, és azon belül az FMC ajánlatát is egy kicsit elhelyezni.
Igen. A termelők nincsenek könnyű helyzetben. Ma már ez az ábra szerepelt az előadás sorozatunkban. Nagyon sokféle termék van a piacon. Vannak itt különféle algakészítmények, csak kifejezetten lomtrágyák, aminosavas készítmények, valamelyes kiegészítve különféle makroelemekkel, vagy úgymond talajkondicionáló termékek. A mi Rizomagic-ünk az egyesíti az előbb felsorolt készítményeknek a jótékony tulajdonságait. Ugye a Rizomagic-ünk ez egy új, unikális készítmény, egy növény, talajkondicionáló, stresszkezelő megoldás, hogy így fogalmazzak, amit kiemelnék mindenképpen, hogy ebbe található ugye különféle szerves anyagok, antioxidáns, aminosavak, makro-mikroelemek, és emellett még nagyon értékes polifenolok, poliszaharidok. Ha a gyümölcs termesztőknek a szempontjából nézem ezt a készítményt, akkor mindenképpen kiemelném a tanninokat, amik ugye csersavak, és ennek van egy antioxidáns hatása, aminek köszönhetően elérhetjük azt, hogy az oxidatív stressz folyamatok teljes mértékben ugye meg tudnak állni. Emellett kiemelném még a laminarint, ami pedig egy sejtfalvastagító hatással bír, itt utalnék vissza a jégverésre. Tehát egy jégverés után könnyen tudjuk javítani a szöveteket, és kiemelném még az aminosavakat, ami ugye a fehérjéknek az építőeleme, ez pedig a hőstresszben játszik fontos szerepet, tehát a fagykárt valamilyen mértékben már tudjuk csökkenteni, ha használjuk a Rizomagic készítményt. És hoznék egy-egy példát is majd. Máté, hozz néhány példát, parancsolj! Így van. Többen használják már a készítményünket, tehát gyakorlatilag a Nyírmadán, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében harmadik éve kerül felhasználásra körtében a Rizomagic, nagyon jók a tapasztalatok, tehát a körtében láthatjuk azt, hogy az állománynak az egészségügyi állapota az sokat javult, egy ágon akár 40 körte is megtalálható. Itt nagy kérdés az, hogy a növény ezt hogyan fogja, vagy a fa hogyan fogja ezt kinevelni, mivel azért ez egy komoly erőfeszítés lesz, de a Rizomagic ugye ebben is tud segíteni. Szívából is hoznék egy példát, Kántor Jánosin. Itt is volt használva a Rizomagic, ugye 2x2 literes dózisban, virágzás előtt és virágzás után. A szüreti időszakában 19 és feles volt a cukortartalom, úgy gondolom, hogy ez nagyon ígéretes. És végezetül pedig rakamazról szeretném megmutatni Takács Jánosnak a felvételeit. Takács János már 3 éve használja ezt a készítményt. Fagy elleni védekezésre, és ez egy nagyon komoly dolog, hogy piros bimbós állapotban fagy előtt már egyszer kirakja a készítményünket, ezután pedig a fagyot követően is felhasználásra kerül a Rizomagic. Amit itt mindenképpen kiemelnék, hogy lesznek majd diagramok, ahol láthatjuk azt, hogy a hőmérséklet az jóval 0 fok alatt volt, és ennek hatására, hogy megkapta a terület a Rizomagic-et, nem kellett a fagytól félni. Almában is felhasználásra került a készítmény, konkrétan virágzás előtt 1 alkalommal, virágzás után pedig 4 alkalommal. A termék jól dolgozott, a gyümölcsök megfelelően színeződtek, és a minőségben sem volt probléma. Nézzük meg a videót, ahol láthatjuk azt, hogy mi volt a termelőnek a benyomása. Több mint 30 éve almát termelek, és próbáltam már 3 évvel ezelőtt a Rizomagic növénykondicionálót, és igen jó tapasztalatokról tudok beszámolni. Az idei évben rendhagyó módon már virágzás előtt is kipróbáltam, és szíromhullás után pedig még 4 alkalommal használtam. Tehát összesen 5 alkalommal 2 liter per hektáros dózisban jutottam ki. Keveréssel semmi problémám nem volt. A tavalyi éven is ez a terület már megkapta a Rizomagic-et, sőt már 2 évvel ezelőtt is, és azóta azt figyeltem meg, hogy igen jó a termelőügybe rakodottságom, semmi fitotoxikus hatást nem fedeztem fel, igen jó a méretre, nem csak almában használtam, hanem kajszibarackban is. Főleg a tavaszi hideg hatás miatt a fagyok előtt 1 nappal és a fagyok után is kitettem. Nagyon kedvezően találtam azt, hogy 200 darab fáról, 6 éves fáról 4 tonna barackot szedtem le, és igen kedvezően tudtam értékesíteni. Amikor kimentem a nagybani piacra, arra figyeltem fel, hogy senkinek nincs én rajtam kívül,
és gyakorlatilag egy 800 forint per kilogrammos áron el lehetett adni. Én nagyon szépen köszönöm, Máté, neked a szóban, illetve a videóban bemutatott pozitív tapasztalatokat. Én azt gondolom, hogy ez azok számára is nagy segítség, akik még az Rizomagic-et nem próbálták, nem tapasztalták, hiszen ez ma már egy széles körben felhasznált termék, és az újabb lehetőséget biztosít további termelők számára is. A szakmai résznek egy utolsó összefoglalójára térnénk át, mégpedig arra, hogy nagyon sokszor érkezik kérdés, hogy mi lesz 2030 után, hogyan kell értelmezni az Uniónak ezt az új rendelkezését, amely a növényvédőszer használat 50%-os csökkentését jelenti. Elég sok félreértés van e körül a téma körül, mert ez valójában nem így van, teljesen máshogy kell értelmezni. És hogy ezt a kérdést még pontosabban, még precízebben megvilágítsuk, fölkértük a Szántóföldi konferenciánkon ennek a témának az előadására Jordán Lászlót, a NEIBIH NTA igazgatóját, hogy foglalja össze ezt a témakört. Ő ezt ott megtette, és ennek az előadásának egy kicsit a rövidített verziójában igyekszünk választ adni erre a kérdésre, úgyhogy fogadják szeretettel Jordán László előadását fölvételről. Köszönöm szépen a kérdést, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha most egy konkrét választ tudnék adni erre a kérdésre, hogy 2030 után mi fog történni, akkor lehet, hogy nem itt ülnék. Minden esetre elmondom azokat az információkat, amiket tudok, és amiket tudni kell a Green Deal-lel kapcsolatban. Ez a Green Deal, az európai zöld megállapodás, ez egy olyan politikai program, amit az Európai Unió új elnöksége meghirdetett, és útjára indított. Gyakorlatilag arról van szó, hogy Európát egy olyan fenntartható pályára akarják állítani, amiről már sokan álmodtak, de még ebben a formában nem valósult meg, és elkívánják érni a klímasemlegességet, a teljes klímasemlegességet, amely egy nagyon ambíciózus dolog, és reméljük, hogy sikerülni is fog. A gazdasági élet minden területére programokat, stratégiákat alkottak, hogy hol mit kell elérni. Így a mezőgazdaságra is van stratégia. Ami minket érint, ami a növényvédelmet érinti, az a farm to fork, ez a kicsit hazabeszélve mondhatnám a termőföldtől az asztalig stratégia, ami nagyon érdekes és elsőre meghökkentő célokat fogalmaz meg nekünk, úgy, mint a műtrágya felhasználás jelentős csökkentése, de ami jobban érdekel minket, növényvédőszerek felhasználásából adódó kockázatok csökkentése, egy 50%-os csökkentés. De akkor nézzük most a növényvédelmet, hogy ez a bizonyos 50%-os csökkenés, ez valójában miből áll, miből tevődik össze. Nem arra kell gondolni, hogy ami növényvédőszert eddig valaki felhasználhatott, majd onnantól kezdve fele annyi áll rendelkezésre. Ez így nem pontos. Mennyiségben és minőségben kell csökkentést elérni. Konkrétan úgy fogalmaz, hogy a növényvédőszerek felhasználásának és az abból fakadó kockázatokat kell csökkenteni. Na most, hogy lehet mérni? Erre egy objektív mérőszámot találtak ki az Európai Unióban, amit minden tagállam egységesen alkalmaz. Ez a harmonizált kockázati mutató, angol rövidítéssel HRI, amit minden évre ki kell számolni. Ennek alapja az egész évben értékesített, forgalmazott növényvédőszer mennyiség, ugyanis erről van exakt adatunk. Azt tudjuk pontosan, mert minden gyártó lejelenti, le kell jelentenie, hogy miből mennyit forgalmazott, tehát ez egy pontos adat. Tehát az alapja a forgalmazás, de súlyozni kell a forgalmazott növényvédőszer mennyiségét, attól függően, hogy milyen hatóanyagról beszélünk, hogy a hatóanyag és hatóanyag között környezeti terhelési vagy humántoxicitási szempontból rengeteg különbség lehet. Ezért a hatóanyagokat 4 különböző csoportba sorolták, és attól függ, hogy melyik csoportba tartoznak, súlyozva veszik figyelembe a mutató kiszámítása során. Az első csoportban azok a hatóanyagok tartoznak, akik alacsony kockázatot jelentenek, ebben lehetnek mikrobiológiai készítmények, illetve kémiai anyagok. Na, ez a csoport nagyon karcsú, ez a lista nagyon rövid. Néhány, és nem is minden mikrobiológiai készítmény van itt,
mert annyira szigorúak a kritériumok, hogy nagyon kevesen félnek bele. A legnépesebb csoport a második csoport. Gyakorlatilag itt van majdnem minden olyan növényvédőszer, legyen az mikrobiológiai készítmény, vagy akár kémiai anyag, aki most érvényes engedéllyel rendelkezik, kivéve a helyettesítésre kijelölt anyagokat. Ők egy külön csoportot alkotnak, ők vannak a hármas csoportban. Róluk annyit kell tudni, hogy átmentek az engedélyezésen, tehát minden paraméterben megfelelnek azoknak az előírásoknak, ami Európában egyébként a világon a legszigorúbb, de bizonyos paraméterekben nagyon, nagyon ott vannak már a határ közelében, és ezért úgymond helyettesítésre vannak kijelölve, tehát vagy másik készítménnyel, vagy más technológiával, nem feltétlen növényvédőszerrel, előbb-utóbb meg kell keresni a kiváltási lehetőséget. Most azért érdekesek a csoportok, mert a csoportba tartozáshoz mérten kapnak súlyt az átlag számítása során ezek a hatóanyagok. Az egyes csoportnál egyes a szorzó, tehát ott önmagukban kell figyelembe venni. A kettes csoportba tartozó, a legnépesebb csoportban már 8-as a szorzó, tehát 1 kg eladott mennyiséget 8-szorosan, 8 kg-ként, ha így értelmezem, kell figyelembe venni. A harmadik csoportnál 16-os, és a negyedik csoportnál, ahol a legkevésbé vizsgált, ezért a legnagyobb kockázatot jelentő hatóanyagok lehetnek, ott 64-szeres szorzóval kell figyelembe venni az eladott mennyiséget, és ebből képeznek egy képlet alapján egy átlagot, ami minden évben kiszámításra kerül. Na most az a mutató, amiről most már egy jó ideje próbálom elmondani, hogy miből áll, egy arányszámot jelent, aminek az alapja a 2015-16-17-es évek átlaga, őket tekintjük a kiindulás alapnak, a bázisnak, és a következő években a bázistól történő eltérést kell megjeleníteni ezzel a mutatóval. Talán, hogyha a következő grafikont mutatom, akkor sokkal egyértelműbb a dolog. Tehát ott van középen, lehet látni 2015-16-17-et, ahol a piros vonalnál, tehát a 100%-nál beállva van a diagramunk, és azóta az elmúlt években lehet látni, hogy ez a mutató csökkent. Most egészen pontosan ez a magyarországi eredményt mutatja. 2019-ben már 75-ön állt a mutató, 75%-on. Tehát, hogyha durva közelítéssel le akarok vonni egy következtetést, akkor azt mondom, hogy már felét teljesítettük az elvárásoknak. Azért nem kell hátradőlni, nem kell nagyon megnyugodni. Ez még csak 2 év eredménye, több év kell, hogy megerősítse statisztikailag a tendenciát, és kimondhassuk, hogy valóban jó pályán vagyunk, de minden esetre ígéretes. Főleg, hogyha az európai átlaghoz nézzük, ott ők még, az európai átlag még nem tart itt, még egy jó 10%-kal hátrébb van, mint mi, tehát ez a 75-tel mi igen jó helyen vagyunk. Köszönjük szépen Jordán László úrnak ezt a válaszát. Én úgy hiszem, hogy ezek a kérdések és ezek a válaszok még nagyon sokszor terítékre fognak kerülni a jövőben, mert ez nagyon sokakat foglalkoztat, de ugyanakkor azért már egy komoly előrelépés is megfigyelhető ennek a teljesítése kapcsán. Jeleztük, hogy a rendezvényünk alatt lehet kérdezni. Érkezett egyébként elég sok kérdés, ezeknek egy részét, mivel vannak köztük elég speciálisak, azokat írásban meg fogjuk válaszolni a kérdezők részére, viszont érkezett 3 olyan kérdés, amely talán többször fölmerült, és talán sokkal inkább érdekli a teljes résztvevő társaságot, és most engedjétek meg, hogy visszavegyem a közönség hangját, és most az FMC kereskedelmi igazgatójaként ezekre a kérdésekre röviden válaszoljak. Az első kérdés az az volt, hogy az Accudo volt-e tesztelve sárgarépában és gyökérzöldségekben. Magyarországon még a tavalyi évben ilyen tesztelést nem végeztünk, de Európában igen teszteltünk, ilyen kultúrákban is teszteltük az Accudót, elő fogjuk keresni
ezeknek az eredményeit, és a jövőben igyekszünk ezeket is megosztani. Nyilván azt nagyon fontos hozzátenni, de úgy hiszem, hogy a magyarországi sárgarépa és gyökérzöldség területek zöme is be van rendezve mikroszórófejes öntözéssel. Amennyiben ilyen mikroszórófejes öntözés a területen van, akkor nyilván az Accudo alkalmazására is lehetőség nyílik. A második kérdés, az egy elég, azt mondom, hogy persze speciális kérdés, de mégis sokakat érint, mégpedig úgy hangzik, hogy a szerek, nyilván a kérdező a mi termékeinkre utal, hogyan illenek be az AKG program föltételeibe. Fontos, mert sok termelő most vállalt kötelezettséget 3 éves AKG programra. El kell mondjuk, hogy ebből a szempontból 2 fontos információ van az FMC portfóliót illetően. Az egyik, ami pozitív része az információknak, hogy gyakorlatilag az összes termékünk az AKG programokban felhasználható. Sajnos van egy területen negatívum is, jelen pillanatban a Scientraliniprol még az integrált ültetvényekben tiltólistás termék. Őszintén el kell mondani, ez számunkra is probléma, és a termelők számára is probléma, mert sok esetben nincs alternatívájuk az ilyen termelőknek hatékony eszközök igénybevételére. A hatósági döntés ellen termelői körök is, többek között a Fruitweb, mint érdekképviseleti szerv is igyekezett elmondani a véleményét. Jelen pillanatban ugye kijött a jelenleg aktuális hatályos AKG tiltólista, ebben sajnos a Scientraliniprol szerepel. Jelen pillanatban még nagy kérdés, hogy akár a termelői igények, vagy akár más formában hogyan változhat ez a jövőben. Tehát ezt is el kell mondani őszintén. A harmadik kérdés, hát ezt mondhatnám, hogy költői kérdés, és költői választ lehet ráadni. Most itt körbenéztem a kollégáimon minden irányban. Ugye ez volt a kérdés, hogy az USA, India, tehát az Európai Unión kívüli országok, világrészek is, rájuk nézve is, ez a hatóanyag kivonás és csökkentés, ez rájuk nézve is úgymond kötelező-e. Hát költői a kérdés, nem. Ez az Európai Unió saját vállalása a saját uniós tagjai számára, amelyben ezt vállalja, és ez erre kötelezi a tagállamokat, hogy 2030-ig ezeket a, hangsúlyozom, nem növényvédőszer használat, hanem a veszélyességnek a csökkentését igyekszik 50%-kal csökkenteni. Hogy ez hosszú távon az Európai Unió élelmiszertermelő képességének a versenyképességét javítja vagy rontja, ezt most nehéz megmondani. Bizonyos szempontból biztos vagyok benne, hogy rövid távon rontja, közép-hosszú távon akár javíthatja is, hiszen Európai Unió egy prémium, magasabb minőségű élelmiszer termelését ezáltal biztosíthatja. De ez inkább azt mondom, hogy költői kérdés volt, és a válasz is költői. De nem húzom tovább az időt. Lassan letelik a konferenciára szánt időnk. A további kérdéseket meg fogjuk válaszolni, és szeretném ezúttal a csapatunk nevében is megköszönni minden résztvevőnek, hogy ebben a jó időben is csatlakoztak hozzánk, és ha ismerőseik, barátaik, akik nem tudtak csatlakozni, kérdezik a konferenciával kapcsolatos véleményt, hát mondják el esetleg néhány információt, mondjanak el, hogy mik hangzottak el a jövőre nézve. Akinek pedig kérdése marad, területi képviselőink állnak rendelkezésre jövőben is, telefonon is, személyesen is. Úgyhogy én ezzel köszönöm meg mindenkinek a konferencián való részvételt, és azzal búcsúzom, hogy átadom Kis Ákos kollégámnak a szót, hogy a sorsolás eredményét osszuk meg a résztvevőkkel. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, viszontlátásra. Köszönöm szépen Karcsi a szót. Nagyon gyorsan elrepült ez a kis délután önökkel, számos kultúrát, sok
hasznos információt, új termékekről volt szó. Szeretném én is megköszönni itt a komplett FMC csapatnak, hogy egy emberként dolgoztunk ezért a délutánért, a stábnak is, hogy lehetővé tették, hogy ez egy élő bejelentkezés volt, hogy minden zökkenő nélkül lement ez a délután, és ahogy Karcsi és én is megköszönöm önöknek az idejüket, és tudjuk, hogy tényleg jó idő van, és gyakorlatilag önök azok, akik ma hallgatták ezt az előadást, akik megtermelik azokat a javakat, amik a magyar konyháknak ma asztalára kerül, és mivel tudunk még hozzájárni itt a délutánnak így egy kicsit a fényéhez, hogy kisorsoljuk a ajándékokat. Számos helyes megfejtés érkezett itt a délután folyamán, úgyhogy várom is akkor a neveket. Kiszállásról Turcsány Tibor kapta az első csomagot, amiben, mint mondtam, törölköző póló, segédanyagok, bögre, tehát egy szép, kedves ajándékcsomag. Következő nyertesünk, Kiskunmajsáról Fülöp László, köszönjük neki is a részvételt. Karcagról Fekete Antal, köszönjük, hogy velünk játszott, velünk tartott ma. Derecskéről Erdei Anita, egy hölgy is, úgyhogy üdvözöljük őt is a csapatban, köszönjük a részvételét. Budapestről Kovács Mónika, még egy kedves hölgy. Szintén Budapestről Sipos Kitti. Derecskéről Börcsök Norbert, köszönjük neki is a részvételt. Kapitány Péter, itt nincs hozzá címünk, de majd ki tudjuk deríteni, úgyhogy neki is fogjuk majd küldeni az ajándékot. Jákról Iszak Péter, és nem tudom, hogy hol tartunk, van még? Talán, mintha egy helyes megfejtőre várunk még. Igen, Tisza Szent Imrére, Bodó Imrének is köszönjük a helyes megfejtést. Köszönöm még egyszer önöknek, hogy velünk tartottak ezen a délutánon, és remélem, hogy hamarosan találkozunk. Mennyi 3-4 óra van, pont annyi idő van még, hogy le tudunk ugrani a helyi gazdaboltba, vagy a kereskedőhöz venni egy kis rúzsamedzsiket, úgyhogy hasznosan tudjuk tölteni a délután. További kellemes napot és hasznos évet kívánunk önöknek, viszont hallásra.